Nagyon sok szeretettel köszöntjük a HFL TV nézőit innen a székesfehérvári First Fieldről, ahol megkezdődik a 2022-es Veolia HFL bajnokság idei szezonja. Kovács Sándor lesz a mai szakértőnk, aki itt is van velem. Sanyi, hát kezdjük azzal, elindul a bajnokság 5 csapattal. Mit vársz ettől a szezontól? Köszöntöm a kedves nézőket. Nagyon érdekes szezont várok. Én azt gondolom, hogy azért nagyon nehéz megjósolni az elején, mert tudjuk, hogy vannak esélyesebb csapatok és kevésbé esélyesek, és a kevésbé esélyesekről szinte semmit nem tudunk. És nagyon izgalmasan várom, például, vagy nagyon izgatottan várom már ezt a mérkőzést is, mert nem tudom, hogy a Cowboys-től mire számíthatok. Úgyhogy megmondom őszintén, egy picit így próbálom felfrissíteni a tudásomat a magyar-amerikai focról, mert olyan mezeket és olyan messzámokat és neveket látok, amit nem tudok összepárosítani jelen pillanatban, de ez azt gondolom, hogy bele fogunk jönni a végére. Így van, azt gondolom egyébként a nevekkel, számokkal lesznek majd problémáink, de folyamatosan alakulnak a rosterek, és utána már el fogunk találni mindenkit. Az idei szezonban 5 csapat vág neki majd a bajnokságnak. A címvédő Budapest Wolves, a másik fővárosi gárda a Budapest Cowboys. Itt lesz a tavalyi ezüstérmes Fehérvár Entroners, a tavalyi divízió 1-es bajnok Miskolc Steelers, és természetesen a Győr Sharks is. Mindegyik csapat 4 mérkőzést fog majd játszani az alapszakaszban, ezután alakul ki az első 4 sorrendje, utána pedig érkeznek az elődöntők, az első játszik a 4. helyezettel, a második pedig a 3. fogadja majd, és ha megvan, hogy ezekből a 4-esekből kik jutnak tovább, akkor utána érkezik a 16. Veolia Hungarianból. Messze van még az, kezdjük a mai találkozóval. A Fehérvár Entroners folyamatosan évről évre próbál szintet lépni. Idén is 3 céljuk van, 3 bajnokságot szeretnének megnyerni. A magyart, az osztrákot és a cefölt is, ahol indulnak. Van erre esély? Újabb edzők érkeztek, újabb játékosok érkeztek. Azt gondolom, hogy a szezonnak csak így érdemes neki indulni. Tehát az, hogy benne van az, hogy valamit nem nyerünk meg, az abszolút kizáró dolog. Az mindig kérdés, hogy egy ilyen fokozott terhelésnél 16-18 meccse, vagy akár 20 meccse egy szezonban, ez a játékos keret ez mennyire lesz hosszú, vagy maga a kispad mennyire hosszú, és mennyire értékesek azok a játékosok, akik mondjuk egy sérülés után be kell állniuk, és meg kell mutatniuk magukat. Kérdés az, hogy a 3 bajnokság közül melyiket preferálják a kezdőkkel, vagy a legjobb játékosokkal, hogy egy olyan rotációt tudjanak felállítani az edzők is, hogy attól függően, hogy ki az, aki sérült, ki az, aki nem, mikor játszanak erősebb ellenféle. Tehát ezt nagyon-nagyon össze kell kovácsolni, elég nagy összeegyeztetés igényel, nem csak az edzők, hanem a játékosok részéről is. Úgyhogy ezzel meg kell küzdeniük, de nem féltem őket, azonban nagyon jól megmutatták tavaly előtt is, hogy hogyan lehet erre felkészülni. Azon, hogy abszolút esélyeseik a magyar bajnokságnak, az osztrák bajnokságnak szintén, tehát nem gondolnám, hogy nem. A CEFR egy picit már más lesz, ott az a kérdés, hogy majd a elődöntő-döntő felé ki kell sorsolják össze őket. De minden út egy lépéssel kezdik, és ez a mai lépés lesz a legnehezebb szerintem, mert pont egy olyan csapattal játszanak, amiről igazából nagyon-nagyon keveset tudunk. Igen, ugye a tavalyi szezonban a Budapest Cowboys az egyetlen mérkőzést sem nyert meg, így már az alapszakasz második körébe nem jutottak be. Egy fiatalítás kezdődött már abban a szezonban is, viszont most vannak importjátékosaik. Távozott Vári Tomi, ugye visszavonult, Pozsonyi Bence is visszavonult, és vannak olyan játékosok, akik pedig ugye a címvédőhöz igazoltak át. Mennyire lesz nehéz pótolni őket, Sanyi? Mindig nehéz szerintem legendákat pótolni. Azt gondolom, hogy Misi személyében és nem mellesleg válogatott játékosokról beszélgetünk, tehát hogy azt hiszem, hogy de mindenkinek változik az ázsiója idővel, az, hogy mennyire kopott meg a gyorsasága, vagy mennyire erős. Én nagyon szeretem Misit személyesen is, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy eljön az a pillanat egy csapat életében, amikor el kell dönteni, hogy melyik úton megyünk tovább, hogy hogyan tudjuk alkalmazni. Én egy picit fájlalom, hogy mert nekem a Cowboys-nek a neve összeforrott a Misi játékával, ettől függetlenül nagyon érdekes lesz, hogy az újoncok, illetve az importok hogyan tudnak majd ebbe nem is csak helyettesíteni, hanem átvenni ezeket a szerepeket, de szerintem ahogy múlik az idő, ez egy természetes folyamat. Tehát ha nem most, vagy ha Misi visszavonult volna, akkor valószínűleg nem ezekről beszélgetnénk, de ugyanúgy kell egy feltörekvő generációnak lennie. Én megmondom őszintén, a fiatalokat nem féltem, attól inkább, hogy egy olyan fejével ellen játszanak, akik már több meccset játszott ebben a szezonban, és nagyon keveset tudunk a Cowboys-nek a játékáról, tehát hogyha edzői szemmel kell egy picit nézni, nagyon kevés olyan felvételt, vagy a tavalyi felvételekből lehet csak kiindulni azzal kapcsolatban, hogy mit várhatunk ettől a Cowboys-től a támadásban és védekezésben. Valószínűleg a védekezési séma nem változott a tavalyhoz képest, de a játékosok igen, sebességét az import játékosok beépítése, ez nagyon komoly kihívást lehet majd az ellenfélnek, de az, hogy az offenszben egy új irányítóval, egy picit új játékrendszerrel mire lehetnek képesek, ez nálam is csak talány. Na most akkor nézzük meg, hogy az edzők mit várnak a mostani szezontól és a mai mérkőzéstől.
És a hazaiak részéről Hannó Péter van itt velem. Mit vársz a mai találkozótól a Cowboys ellen? Hát őszintén a Cowboys most nagyon sötét lószámunkra, mert nem láttuk őket játszani még idén. Nekünk már volt 3 mérkőzésünk, azon voltak sérültjeink is, de hál' Istennek a hibákat ki tudtuk küszöbölni. Úgy gondolom, hogy ha az elején a Cowboys első meccses hibáit ki tudjuk használni, akkor könnyedén megnyerhetjük a mérkőzést. Egyébként, hogyha tudnak velünk szorosan jönni, akkor egy szoros mérkőzésre számítok. Mennyire nagy előny ez, hogy már az osztrák bajnokságban voltak meccseitek? Mindenképpen nagy előny számunkra, mivel az összes gyerekhibát, ami volt az elején, azt ki tudtuk küszöbölni, tudtunk csiszolni a játékainkon, mind a két oldalán labdának. Hát a hátránya az viszont nyilván az, hogy 3 mérkőzés felvételük is lehet rólunk. Azért a mag nagyjából egyben maradt, ugye Hillmester is, de jöttek új edzők, jöttek új játékosok. Mennyire volt nehéz feladat itt az off-seasonben összerakni a gárdát? Hát ugye ez gyakorlatilag a negyedik év, negyedik új offense koordinátor, tehát hogy a legnehezebb csapatrészt mindig újra kell kezdenünk, ez nyilván nehéz volt. Ezért is jó az a 3 mérkőzés, ami volt, hogy az offense össze tud rázódni, új irányítóval vágunk neki a szezonnak. Mindenképpen kíváncsiak vagyunk, hogy a HFL-ben hogy tudunk teljesíteni. Ugye irányítóból is azért bőven akadt már itt Fehérváron. Most először fordul elő, hogy import irányítóval vágtok neki a szezonnak. Érződik a különbség? Hát annyi, hogy tavaly is az osztrák szezontárgy import irányítóval teljesítettük, Quinn Eperle is rendkívül játszott, Chris Merchant egy fiatalabb irányító, nagyon jó lábbái vannak, nagyon, nagyon jó atléta, szemmel látható lesz a különbség a passzjátékunkban, úgy gondolom. Mi a cél az idei szezonban? 3 bajnoki cím. Itt van velem a vendégek mestere Karim Trabelsi, a Fehérvár Entroners lesz az idei HFL-ben az első ellenfeletek. Mit vársz a mai találkozótól? Hát egy jobb mérkőzés, mint tavaly. Majd kezdjük ezzel. Szerintem jó, erős, kemény mérkőzés lesz idén. Így nyitunk, szerintem jó. Távoztak néhányan a csapatból, de az idei szezonban lesznek import játékosaitok is, és egyébként alacsonyabb ligákból is érkeztek. Milyen a csapat összetétele? Hát a csapat összetétele, ez egy fiatalabb csapat. Jönnek előre új vezérek, tehát az alsó divízióból. Egyelőre ezt srácok már mutattak, hogy már képesek játszani a HFL-be. Szerintem már is fognak tölteni ezek a nagyobb játékos kielmenteknek a cipőjük. Szóval és jó is. A mai mérkőzésen Kelemen Marci fog kezdeni, de azért ott van Szabó Tomi is, aki már játékban van, játszott mérkőzéseket. Vári Tomi kiesése mennyire nagy érvágás? Hát a Tomi ez egy, hát ugyanaz, mint a mi gyerekünk, a családból származik, szóval egy picit nehéz volt, hogy elment a csoporttól, de így megy az élet. Egyébként nem rossz, mert a Marci már tavaly is már föllépett a pályán, mutatott pár jó dolgokat. Most az igazság, hogy a verseny meg mindig zajlik az irányító pozícióba. Most Marci kezd, de lehet, hogy jövő hét a Tomi fog kezdeni, meglátjuk, értékeljük a mai meccs, és még tényleg verseny van, és ahogy mindenki ismer minket, mint nyitott versenyek vannak pozícióra, szóval a legjobb fog játszani. A védelemtől mire számíthatunk? Németh Marci sérülése már a múlté, ugye visszatért, de hát Törzsök Tamás is továbbra is ott van a csapatban. Ugyanazt a keménységet fogjuk látni, amit az elmúlt években megszoktunk? Hát figyelj, a védelemem egyik ott van a dugó, és a Németh Marci, ez jó leszünk. Szóval a többiek potolhatóak, és lepotultuk is őket, szóval megpróbáljuk ezzel az új arcokkal dolgozni. Szerintem jók leszünk, elég kemény védősorunk van. A tavalyi szezonból tudtok motivációt meríteni? Ugye nem nyertetek mérkőzést, de hát itt az új év, 5 magyar csapattal, mi a cél? Hát kezdjünk a tavalyi, egy kicsit szívesek tettük a szövetségnek, hogy ma legyen egy HFL. Tavaly, idén is ezt tesszük, szóval ennek ellenére, hogy a csapat még, ahogy fogtok látni, elég fiatal arcok vannak, akinek kell játék rutinja. De most így döntött a menedzsmentjük és a szövetség, hogy nagyon kéne tartani ezt a HFL-t. Most akkor meg egyszer tesszük egy szívesség arra, hogy menjünk, ennek ellenére, hogy ezek a fiatal arcokat kéne neki játék tudás és tapasztalt, de így látom a többi csapat azért igazoltak orba szájba, szóval meglátjuk.
Hát a mérkőzésig már nincs sok idő. Említettük, hogy 5 csapat lesz az idei bajnokságban. Most akkor nézzük meg, hogy pontosan hogy alakul a menetrend az idei szezonban. Ugye a mai mérkőzés Fehérvár Entroners, Budapest Kábelsz, aztán április 24-én Miskolc Steelers, Győr Sharks, majd májusban lesz egy dupla hétvége. A Kábelsz Wolves fővárosi rangadó 7-én, 8-án pedig érkezik a Győr Sharks Entroners összecsapás. Utána újabb dupla hétvége 21-én, Kábelsz Steelers 22-én, Wolves Sharks. Június első hétvégén, 4-én a címvédő fogadja a második helyezettet a tavalyi évből, az Entroners, tehát ez lesz a döntő visszavágója. 5-én Sharks Kábelsz, 11-én Steelers Wolves, 18-án pedig az Entroners Steelers-el zárunk. Július első hétvégén pedig érkeznek az elődöntők, július 16-án pedig maga a döntő. Sanyi, lehet itt olyanról beszélni 4 alapszakasz mérkőzéssel, hogy valakinek nehezebb, könnyebb? Talán azoknak nehezebb, akiknek csak ennyi mérkőzés lesz a szezonban. Tehát az, hogy egy nagyon rövid szezonból egy másikba átcsapni, szerintem az pokol ilyen nehéz. Az, hogy a Wolves is több meccset játszik a Cefül, másik Cefül érintettség miatt, aztán egy picit könnyebb. De talán a meccsritmus, talán az, hogy jobban több bajnokságban játszik a Fehérvár, ez igazából az ő malmukra hajtja a vizet. Szerintem mindig nagyon nehéz felkészülni, nem csak ellenük, hanem más csapat ellen is. Minél több videót lát viszont az ember, edzői szemmel eléggé fel tudja készíteni a játékosokat, tendenciós hitekkel, bármivel, de tehát az a könnyebbség, ami a Fehérvárnak mondjuk a rutin adja, azt viszont lehet, hogy az edzői módszerekkel, a videózásokkal, elemzésekkel tudják pótolni a többi csapat. De köszöntünk mindenkit imáron a kommentátor állásból. Elindult a 2022-es Veolia HFL szezon. A pályán már a játékvezetők és a vendégcsapat Budapest Kábelsz is. Most pedig Lekrinszky Márk vezetésével érkezik a Fehérvár Entroners. Közben gyorsan nézzük a játékvezetői gárdánkat. A mai referink Osváth Tibor Levente lesz, az umpire Breznai Endre, a headlinesman Krucs Roland, a line judge Udvardi Gyula, a back judge Davidovics László, a side judge Harangi Zsolt, a field judge pedig Vankó Dániel Gábor lesznek majd. És természetesen Sanyi itt van velem. A kommentátor állásba is följött ide, az időjárás pedig... Kicsit mostóval. Így van, egyben. Így van. Majdnem jó, csak nem. Mennyire fogja egyébként a csapatokat szerinted ez a szél megzavarni, a futójátékot kevésbé? Igen, nagyon-nagyon fontos lesz, hogy honnan fúj a szél. Ha a kedves nézők voltak már Fehérváron, akkor tudják, hogy körülbelül a kapu irányából fúj a szél, tehát a pályaválasztás mindenképpen fontos lesz a csapatoknak, hogy az első negyedben, vagy a negyedik negyedben szeretnék-e mondjuk támadással befejezni. A rúgókat sem irigylem, megmondom őszintén, hogy lehet, hogy befolyásolni fogja nem csak a pontosságot, hanem a rúgásonak a távolságát is, ezért elképzelhető, hogy több negyedik dános kísérletet fogunk látni. Illetve magát a passzjátékot, tehát Marcinak az első meccset, azért azt gondolom, hogy elég izgul azért, nem csak azért, mert első meccs, hanem azért, mert Fehérvár ellen játszik. Ráadásul azt gondolom, hogy ebben a szélben nagyon pontosan, nagyon hosszúakat dobni, inkább csak hátszéllel, szembeszéllel pokolja nehéz, akkor inkább a screenek fognak működni, ahogy már korábban beszéltük, itt a futójáték, de ezt jól kell ötvözni. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, nem tudom, mit várhatok jelen pillanatban a Kábelsztől, de nagyon-nagyon érdeklődve várom mind az újoncokat, mind a régi válogatott játékosokat, illetve az import játékosnak a bemutatkozását. A máskon a Fehérvár nem meg egy kötelező győzelemről beszélünk, most akármennyire is furcsa hangzik, de azt hiszem, hogy ezen a szinten, ilyen háttérrel, ilyen mérkőzésekkel, ennyi mérkőzéssel a hátuk mögött, neki kötelezően be kell hozni ezt a mérkőzést. És akkor már ott is vannak a csapatkapitányok a pénzfeldobásnál, úgyhogy Osváth Tibor Leventét fogjuk hallgatni. Ugye az eddigiektől most már visszatértünk, a Covid időszakot elhagyjuk, és 4 csapatkapitány van. F-
Fázol? Áldi, fázol? Mondd meg őszintén. Nem, teljesen nem jó van. Idő van. Piros az orrod. Tibit nem halljuk. Úgyhogy a pénzfeldobást majd látjuk, hogy mi lesz az eredménye. Ugye a vendégeknél Németh Marci, aki felépült a sétüléséből, Mészáros Márton, Boros László és Törzsök Tamás vannak ott. A hazaiaktól pedig Zilai János, Lekrinszki Márk, aki most 75-ösek cserélte, ugye 99-es számát, mert hogy offensz falat fog játszani. Én még Chris Merchantet láttam 12-esben. Megvan, a visszahordása fog kezdeni a Kávesz, mert halasztotta az Entroners. De akkor merre, azt még el kell dönteni, hogy melyik irányú a... Így van, hátszéllel. Hátszéllel fog majd számolni. Pénzfeldobást a hazai csapat nyerte. Választását a második fél időre halasztotta. A mérkőzés a hazai csapat kirúgásával kezdődik. És akkor végre elindul ez a szezon is. Én nagyon kíváncsi leszek, ugye végre újra 5 csapat. Végre rendes alapszakasz, utána érkeznek az elődöntők. Itt Fehérváron egyértelműen az a cél, hogy újra visszaüljenek a HFL trónjára, de hát lássuk be, a címvédő Budapest Wolvesnak pedig az lesz majd a vágya, hogy ők legyenek az elsők, akik megvédik a címüket. Címvédés volt, HFL címvédés. HFL címvédés nem volt, így van. Bánfi Misi volt pont az, akivel néhányszor vitába keveredtem ezzel kapcsolatban, hogy hát akkor hogy is van ez? A HFL-ben valóban nem történt még címvédés. És akkor a fehérváriak már a pályán. Természetesen a magyar-amerikai futball sajátosságai most is elérnek minket, így mire gondolsz? Amennyiben nem tudjuk, hogy az adott messzámban szereplő játékos kicsoda, azt így az első néhány körben nézzék el nekünk. Nem annyira pontos az adminisztráció még a magyar-amerikai futballban, mint mondjuk az NFL-ben. Kicsit más. Más kávéház. Na de kezdődjön a meccs. És akkor elindult a mérkőzés a fehérváriak kirúgásával. És a visszatérő Takács Bence volt az, aki végül hagyta kipattogni a labdát az oldalvonal mellett. És sárga zászló lett az eredménye. Nem, ezt szerintem a rúgóknak is szokniuk kell, hogy ez a szél ez mennyire befolyásolja a rúgásukat. Valószínűleg nem akarták teljesen. Illegal procedure, kick-off, out of bounds, kicking team. A szabályok értelmében a vétlen csapat választása alapján újra rúgjuk. Hallottuk a játékvezetőt, illetve a csapatnak a döntését, szóval nem vagyok benne biztos, hogy valószínűleg rövidebbet szerettek volna rúgni az, hogy a visszahordók elé bekerüljön a labda, de az, hogy valószínűleg azzal nem számolt a rúgó, hogy ekkora keresztszél van a pályán, de kíváncsi leszek majd a Rikiknél, hogy hogyan fogja módosítani a rúgását. Igen, ugye Takács Bencét rég láttuk már a magyar pályán, de azt gondolom, hogy a sebessége bizony nem kopott meg, úgyhogy igen, nem annyira. Én nem rúgnám neki oda. Nem? Azt nem mondod? De hát. Hát meglátjuk a második rúgás hogyan alakul. Ez már középre megy, mégis odarúgták Takács Bencének, aki megindul, a 30-ason jár. És egy nagyon szép szerelés, megállították. Zilai Jani volt az, akinek csinálta a szóló tekölt, és valahol a 38 yardosnál, saját 38 yardosáról jöhet majd a Cowboys. Így van, hamarosan a képernyőn láthatják majd a tervezett kezdőket. Ettől az eltérés, az természetesen ennek jogát fenntartjuk. Az előzetesen megadottak alapján Eden Kiley, Evangelos Trasanis is ott vannak például a Cowboys támadó falában, és 9-essel. Na nézzük ezt az első játékot, egy futójáték Garajski kezében a labda, de nagyon gyorsan el is hal az első kísérlete a mai mérkőzésnek. Igen, igazából a két edge-et nem sikerült blokkolni ennél a játéknál, a két tackle nem végezte jól a dolgát, és Kanyec Martin és Jabrai Reagan siván odaért a running back-re. Ugye Garajski Ádámot láthattuk futóként, őt azért a Dabasból is ismerjük, egyike azoknak, akik több osztályban és több csapatban szerepelnek. Ugye Kelemen Marcinak volt már tavaly mérkőzése, amikor Vári Tomit lehozta. Krányi Trabelszín, na nézzük a második play-t. Egy futójáték az irányítótól. Nagyjából a 39-esig jut Kelemen. És körülbelül innen indították el az egész drive-ot, tehát hogy harmadik és 10-nél vagyunk.
nem, jó volt a megindulás, mert nagyon szépen bezárta a két pass rusher a zsebet, és csak belül tudott elindulni. Jó meglátás volt, igazából nem volt szabad elkapója. Jó döntést hozott, harmadik és tíz. Harmadik és tízről indulunk. Hát a szél az semmiképpen sem segít Kelemen Marciéknak. Nézzük, harmadik kísérletre mit választanak. Kimozog a zsebből, és egy nagyon szép elkapás Porostól, akinek megvan a first down. Várjuk meg, mert mi pont vonalban vagyunk, azt nem láttam, hogy mikor ott lenne a térde, és mikor ott lenne a labda, de a játékvezetők annyira szemfülesek. Én úgy látom most innen, hogy nincsen meg, egy yard vagy incsek hiányoznak ahhoz, hogy megjön a first down. És akkor most jön az a kérdés, amit te már felvetettél, hogy akkor a negyedik kísérletre vajon neki fognak-e menni a mai nap folyamán? Hát nem tudom, hogy hát pantolni fognak. Special team érkezik. Így van, magyar csanád a pályán 13-assal. Ráadásul széllel szembe kéne mindezt megtenni, ugye ezért is nagyon nehéz. Ezért volt fontos az, hogy a pénzfeldobást nem itt választottak a csapatok, mert... Trükkös játékra készülhetünk szerinted? Hát én meglepődnék, de Karimba ez is benne van. Ugyan értékes Krisztus és Balogh Jocó személyében ugye új koordinátorok is vannak Fehérváron. Egyébként ahhoz képest, hogy szembeszélbe rúgott, hát nagyon szép, ez nagyon szép rúgott. Így van, a 13, jó? Azt hiszem, láttam a szabálytalanságot, hogy előrébb fogják hozni, de nem voltam elég szemfüles, hogy rátszoljak amarról. Így van, és akkor érkezzen a pályára a Fehérvár Entroners támadósora. Ugye Rashad Steele a tavalyi szezonban is itt volt már, akkor még erős Mark passzai mentek az irányába. Most azonban a kanadai ligából érkező Chris Merchant az, aki majd osztogatja a labdákat. Nézzük, első is 10. És Billy Hatton! És fumble is? Vagy nem volt hamarabb a térde? Várjuk meg még a döntést. Billy Hatton volt az 36-ossal, ugye ő a Crushers-ben játszott. Marad a labda, tehát attól, hogy kiesett a labda, hamarabb volt lenne a térde, mint hogy kiejtette volna a labdát. De ez egy nagyon szép védőjáték volt, Bizony, én azt gondolom. Az edge pozícióból tudta megcsinálni. Kicsit fel van forgatva azért ennek a Fehérvárnak az offense fala. Így van, azért Lekrinszky már szerepelhetése ott baloldali tackle-ként is. Második és 14. És keresi az elkapóit Chris Merchant, és egy passz, és megvan! Gyönyörű elkapás, megvan az első first down a mérkőzésen. Rashad Steele. Elég jó nyomás gyakorol egyébként a Cowboys, a két hedge rushnál. Cowboys. Vagy bocsánat, a Cowboys volt ezért. Még te játszottál, jó? Az nagyon-nagyon rég volt. Bocsánat, de nagyon-nagyon rég volt. Szóval itt is nagyon-nagyon jól működik a nyomás gyakorlás. Itt látjuk az utolsó például sikerül eldobni, a még mielőtt el tudták volna ütni. Nagyon szép megmozdulás volt, de megvan az első körszám a mérkőzése. De továbbra is 67-essel Horváth Bence a center, ő adta föl most a labdát, és egy futójáték Madaras Erik, aki az Újpestből érkezett, de hivatalosan a Dunakeszi játékosa egyébként, tehát ő is az ingázók közé tartozik, ugye a legutóbbi két évben az U19-es év játékosa ő lett, úgyhogy egy kiváló futójátékos, Macuk Laciék neveltje az Újpestből. Noszavé is itt játszik egyébként. Második és 9 következik. És egy passzjáték és labdaszerzés! Tehát egy run pass option-t láttunk, amikor ugye húzott talán a guard és a tackle is, hogy az lett volna pláne, hogyha valahogy a defensive endet sikerült kimozdítani a pozícióból, de egy felpattanó labdából sikerült megszerezni ezt a játékszert. Visszajátszástán látjuk, hogy nagyon jó volt a nyomás a bal oldalról, és utána pedig a... Makarc volt az. Ahogy beleütött, talán nem is volt az, hogy beütött a labdába, és utána Makarc kezébe landolt. Megvan az első turnover is a meccsen, és az ellenfél 25-ösről jöhet. Így van, visszakapták a labdát, tehát Karim Traversiék, Kelemen Marci vághat neki az újabb első kísérletnek. Nézzük, mi lesz ebből, egy passzjáték. Nincsen sárga zászló.
Mészáros Marci irányába ment a labda. Nagyon videkezés volt, nagyon szépen zárta a passzúton át a korner. A Fehérvárnál Kranyec, Martin, Dzsebráj régen is ott vannak a pályán. És szerintem az Péter Csaba 52-es a defense. Így van, ugye? Így van, aki folyamatosan. Tavaly még ugye linebackert játszott, idén pedig már. Ahogy öregszünk, sebességével. Előre haladt. Nézzük, második és 10. Kelemen megtartja a labdát, kimozog a zsebből, keresi az elkapóit, és kidobja a pályáról végül. Szép volt a rollout, de nagyon-nagyon jól jöttek a linebackerek. Jól tolódtak, Ranyec Marci is átért erre az oldalra, így megnézették a dolgát, és teljesen áttolták a támadást jobb oldalra, nem is volt a bal oldalon semmilyen elkapó, viszont ez remekül látta a Fehérvár szekünderi, és túltöltötték ezt az oldalt, nem volt elkapó, úgyhogy jó döntést tudod, hogy rendben kidobta a oldalra. A harmadik kísérlet lesz-e vajon pontszerzés ebből a labdaszerzésből, ez a nagy kérdés. Továbbra is négy elkapóval, Garajszkival utóposzton. Jó a snap, egy passz, és Boros volt az, akinek dadogott a kezében a labda, el is ejtette azt. Negyedik kísérlet jön. Na, az előbb negyedik és egyre, vagy inkább incsízre nem mentek neki, akkor a kérdésem már nem kérdés. Megmondom őszintén, hogy szerintem rugó távolságnak is messze van. A bemelegítést figyeltem az elején, és ez pont az a távolság, ahonnan már nem sikerült berúgni a legelső bemelegítésnél a Cowboys rugóinak, úgyhogy megmerem kockáztatni, hogy ebből nem lesz field goal próbálkozás. Vagy ha igen, akkor nagyon kevés sikeret. De field goal lesz. Hát megpróbálják, de pokoli nehéz dolgok van, tehát aki nincs itt, az nem érzi. Vagy lehet, hogy hallja a szelet, de... Hát szerintem hallani mindenképpen hallja. Lejárt a támadó idő? Többen vannak? Vajon mi lehet? Megvannak. Play of game. Lejárt. Kicking team, 13-as játék. És ez megint az a távolság, 5 hogy... 5 yard, negyedik kísérlet. Na hát innen, ugye Fura Camillo az, aki a rúgásokat végzi. Na Cowboys-ben Magyar Csanád lesz a holdere. Hát innen is megpróbálja, azért ez eléggé combos lesz itt szembeszélben, onnan. 48. Na nézzük! És... Igen, rövid volt. Jó volt az irányzék, de ilyen... Azért mondtam ilyen magabiztosan, mert a játékvezetők lába előtt esett a labda, tehát... Nehezen lehetett volna. Meg... De megpróbálták, tehát... Mondom, hogy valószínűleg az, hogyha a másik oldalra támadnak hátszéllel, az azt mondja, hogy jó rúgás. Sőt, én azt gondolom egyébként, hogyha nincs ez a büntetés, az is. Akkor szerintem ez a labda elég hosszú lett volna. Úgyhogy így a labdaszerzést nem sikerült pontokra váltani. Újra fönt az Entroners támadósora. Nézzük ezúttal, mit főztek ki. Újra Rashad Steele a kezében. Nagyon szépen iranodott meg. Az import elkapó, de nincs meg még a first down. Igen, törzsökért oda, nagyon jó volt a screen játék, ketten blokkoltak, Rashad Steele-nek kettő között el tudott lépni, és a középső linebackernek kellett kiérnie, második és 2 lett így. Ugye a védelemben az is egy fontos dolog a Cowboys-nél, hogy végén személyében ugye elvesztették védőkoordinátorukat. Így kellett fölállni, nézzük, második és 2. Egyébként Bak Csabi van még ott a Cowboys. És egy futójáték. Gyönyörűen megállították, nem volt igazából esélye a futásnak. Biztosan rövid lesz, harmadik és röviddel jöhetnek majd. Nem tudott az offenszval igazából erőt kifejteni. Szépen zárta be a jobb oldali defensíven, és ezt a pillanatnyilag működő lyukakat. Szóval három, harmadik és 2 következik. Hogy meglegyen az újabb first down az Entroners részéről. Tóth Levente is fönt van a pályán. Megindul az irányító, Madaras kapja meg, és... Meg lesz a first down. Nagyon szép option játék volt, pont elég volt ahhoz, hogy
oldalra kijön, ilyenkor fellép ugye a szélső linebacker vagy a defensíven, csak ezt várt igazából, hogy rálépjenek, át is adta egyből Madaras Eriknek, aki pedig a hiányzó három yardot meg is tudta tenni. Így van, úgyhogy újabb Entroners first down folytatódik ez a támadó sorozat. 6 perc, 10 másodperc van még az első negyedből, ugye a fehérvári pálya az egyetlen, ahol mind a támadó óra, mind pedig maga az óra működik, és tudjuk mondani, hogy mennyi van még. Megkapja Rashad Steele, megpróbálja. Még mindig talpon, de esélytelen volt, nem tudta igazából sebességből szerintem megoldani. Nagyon szép volt maga a jet sweep, ahogy elindult keresztbe. Az, hogy nagyon jó szöget választottak a defense játékosok, az volt a kulcs annak, hogy mindig egy picit meg tudták akasztani, az, hogy nem volt meg az elsőre a tackle. Ebből a szempontból viszont nagyon szépen toldott a linebacker, jól védett vissza a cornerback, de a defensívennek is legalább ilyen jól kellett zárni a szöget. Így van, úgyhogy nem sikerült igazából yardokat hozni, ebből marad a második, és 9. Tóth Nandi is a pályán a fehérváriaknál. Chris Merchant kezében a labda, egy passzjáték, és megvan az elkapás! Az első hosszabb játékot láttuk. Nagyon szép volt egyébként a pass protection, egy utolsó pillanatot tudta eldobni Merchant, de nagyon-nagyon jól odaértek. Már az arcában voltak, de az utolsó pillanatig kivárt, megnézte, amikor egy az egyben maradt a kedvenc elkapója, és simán a pálya közepére dobta. A kedvenc elkapója? Hát mondjuk a második, vagy az hány kedvenc elkapója lett egy irányítónak, az összes, nem? Így van, hát amelyik elkapja a labdát, az már is a kedvenc irányítója lehet. Amit elkapója. Akár. Na nézzük, már az ellenfél tér felén mélyen a Fehérvár Entroners. Egy újabb passzjáték, Rashad Steele, és ez a labda viszont nincs meg. Szerintem az előző az a Bryant volt, nem? Mint ha őt láttam volna, a jobb oldalon ő van a igen, egyedül. Hiszen ő 11-esben játszott a junior bajnokságban, de... Most 14-esre cseréltem. Igen, Rashad Steele az, aki a 11-est viseli már a tavalyi szezon óta is. Jól mondtuk? Reméljük, hogy jól mondtuk, mert kapunk a pofánkról, nem? Így van, úgyis meg fogják nekünk írni, ha hülyeséget beszéltünk. Ő folyamatosan jobb oldalon állt fel, azért gondoltam, hogy Bálint volt. Második kísérlet, egy újabb passzjáték, és nincs meg az elkapás. Megint jó volt a nyomás, bal oldalon nagyon-nagyon szépen érkezett a defensíven, ez egy sima elkapásnak kellett volna lennie. Igen, és a 17-es, ha minden igaz, akkor ő lesz Willem Van Compernolle, akit belga irányítóként láttunk még. Szerintem őt mindig te fogod majd mondani, mert nekem kimondhatatlan ő, úgyhogy... Igen, itt az osztrák mérkőzéseken is itt Fehérváron csak Willként emlegetik. Harmadik és 10. De ez az elkapás sem volt meg. Hát a futójáték idáig nem működött. Nézzük a passzjáték, és megindul Chris Merchant. Simán megvan a touchdown is, Fehérvár Entroners. Chris Merchant megfutja az idei HFL szezon első touchdownját. Nagyon nehéz úgy védekezni, hogy nincs még igazából a kontén. Nagyon-nagyon jól láttuk ezt szerintem, hogy Dalton English nem úgy csinálta meg. Hát a teljesen rossz szöget választva, kicsit ráfutott és simán ki lehetett kerülni, onnantól kezdve pedig nem volt igazából olyan, aki meg tudta volna csinálni a tackle-t. Nagyon nehéz ilyenkor, mit mondom, ez egyetlen egy emberen múlik ilyenkor. Hogyha a cornerek elmentek és valószínűleg emberezés volt, illetve belül is volt nyomás. Azt hiszem, hogy ha jól láttam, akkor törzsük és bak is jött. És közben blokkolták. Nincs meg az extra pont. Így 6-0-ra vezet csak a Fehérvár Entroners. 4 perc, 33 másodperc van még hátra az első negyedből. Kicsit mást látunk, mint amit vártunk. Azt mondod? Hát furcsa az, hogy így dadod a labdapicit ezek az elkapásoknál, hogy szerintem ezeket illene elkapni. A másik oldalon pedig sokkal nagyobb nyomást tud helyezni a Cowboys. Akármennyire is megtépázott Fehérvár offense falra, ami nekem egy picit meglepő. Igen, főleg azért, mert hogy azt mondod, adoknak az elkapások. Igen. Azért ez a Fehérvárnak már nem az első mérkőzése az idei szezonban. Ugye az osztrák bajnokságban egy szorosabb találkozót játszottak, de az összes többit egyébként nagyon magabiztosan nyerték meg. Abban is biztos vagyok, hogyha újra játszanák azt a meccset, akkor nem egy lenne a különbség, hanem
három vagy négy tét biztos lenne közben, vagy közte, bocsánat. Hát még mindig lehet. Ennyire fúj a szél. Igen, ez nagyon szépen visszapörgött ez a labda, és egy újabb sárga zászló. Hát ez a rúgás sem így volt tervezve, lássuk be. Nem. És megint újra rúgatják. Illegal procedure, kick off out of bounds, kicking team, 16-os játékos. A szabályok értelmében a vétlen csapat választása alapján 5 yarddal hátrébb újra rúgjuk. Tehát 5 yarddal hátrébről egy újra rúgás következik. Hát nem mondom, hogy telt ház van itt a székesfehérvári First Fielden, de aki jól bírja a szelet, az kijött ide a stadionba, hogy végre újra élőben lásson magyar-amerikai futballt. Azért örülök, hogy legalább ennyien is vannak. Régen azért ez elképzelhetetlen volt. Na, ez a rúgás. És Mészáros Marci az, aki elkapja a labdát. De nem sikerül megindulnia. Nagyjából a 32-esig jutott. Nem tudom, hol állt meg a forward progress, ezért lesz érdekes, hogy teszik le a játékosnak a labdát. Hát. Lehet, hogy egy yarddal előrébb, de majd minimális. De. Na nézzük. 33. Jó, jó az úgy neked is? Mindenhogy jó. Igen, valahogy egyébként, ahogy a tavalyi szezonban is, ugye Kolesár Dáviddal és Kovács Bálinttal végig fogyoskodtuk, végig áztuk az összes mérkőzést, ez úgy tűnik az idei szezonra sem változik. Tegnap még nem volt annyira rossz idő. És nézzük az első kísérlet. Garajszkinál van a labda, és nagyon szépen megállítják. Megint láttuk egy option játékot, most a bal oldalra, a hosszú hash felé, de megint remekül lépett fel a defensive end, és jól jött utána a szélső linebacker és a cornerrel együtt tudták befejezni ezt a tackle-t, úgyhogy ettől függetlenül mínusz egy yardban lett vége a játéknak, tehát a defense a helyén van. Ez a futójáték sem úgy működött, ahogy bármilyen eltervezték. Így van, ugyan messze vagyunk még a végétől, de igen, ez egy nagyon kiélezett csatának tűnik. Eddig 3 perc 48 másodperc van még az első negyedből. Nézzük, hogy második és 11-re mit látunk a Campbellstől. Kelemen Marci egy passzjátékot indít el Takács Bence irányába, ezért. De ott van az ászló. Azért nagyon nehéz a döntés, mert még ha nem is volt elkapható a labda, azt gondolom, hogy kézi munka volt, de mind a két játék is úgy dolgozott. Nem szeretnék lenni a játékvezetők helyében. Ez nagyon, nagyon szigorú döntés, a véleményem szerint. Igen, ugye 8-asban Gyarmati, 29-esben pedig Klein voltak ott Takács Bencén. Én nem éreztem ezt annak, megmondom őszintén. Bár a visszajátszást, hogyha majd látni fogjuk, akkor megnézzük majd jobban. De az élőképből én nem azt láttam, hogy ez... A döntés megszületett, hallgassuk. Pass interference, defense, 29-es játékos, 15 yard büntetés, automatikus első kísérlet. És akkor megvan a first down, egy Klein szabálytalanság következtében jött össze. Igen, szendvicsbe fogták Gyarmati Mátéval. Én megmondom őszintén, hogy én inkább Máténak a kezét figyeltem, aki ugye előtte volt, és nem figyeltem Klein mit csinált pontosan, de én megmondom őszintén, ez élőképpen sem is a visszajátszáson sem láttam ezt. Közeledünk a félpályához, első és 10. Egy futójáték, Garajszki nagyon szépen lejött. Ez Martinról, az volt az érdekes, hogy ugye próbálkozni a futár, nem csak passzolni nem lehet, tehát valamit muszáj, de ha ennyire átengedik a defensív endeket, ennyire nem tudják blokkolni őket kifelé, egy-két lépéssel, bár nagyon gyors Jabbar Reagan is, és Kronyec Marci is, így pokolian nehéz dolguk lesz, de egyéb pedig jönni fognak a linebackerek, tehát az jó meglátás, hogy a tackle és a guard között kéne futni, de ennél jobban kéne blokkolni a defensív endeket. Ami természetesen nem egyszerű, hiszen a tavalyi szezonban is a Fehérvár Entronels ugye az alapszakaszt azt veretlenül vívta meg, majd utána érkezett a döntő, ahol elszenvedték első vereségüket, legnagyobb bánatukra. Második és 11, egy passzjáték, Mészáros Marcin, ketten is, Tóth Dávid és Baranyai voltak azok, akik megállították
nagyon a Kábez elkapóját. Nagyon szépen olvasta, bocsánat, nagyon szépen olvasta a safety is, ahogy tolódtak át, ugye megváltott a formáció a Kábeznél, nagyon szépen jött a safety, nagyon jól lépett fel a corner, a screener igazából nem tudott mit kezdeni a Kábez, bár Marti mindent megpróbál, de nem igazán volt helye. Igaz, hogy az első tekül nem sikerült, de utána együttes erővel sikerült kitessékelni a pályáról. Így még hátrébb, harmadik és 13. Nézzük ebből a játékból, mi jön Kelemen kezében a labda, egy passzjáték újra Takács irányába. Ezúttal nem érkezik a zászló. Ez egy jó védekezés volt Beintől. Nagyon nehéz kiszámítani a szelet, hogy éppen az most akkor fúj, ha fúj, akkor nagyon-nagyon, tehát ugye az irányítő mindig arra készül, hogy bár ugye melegítettek a csapatok, de látszik az, hogy széllel szemben másképpen kell eldobni a labdát, de úgy nagyon nehéz kiszámolni, hogy még azok az útvonalak sem stimmelnek mindig, amit ugye levannak rajzol a papírra, ugye ha megolvasás van, akkor pedig változtatni kell ezeken az útvonalakon, úgyhogy most ez a kémia az nem igazán jól sikerült. És akkor egy pánt magyar csanád rúgja el, Tóth Dávid várja, de ez a labda elhagyja a pályát. Mégpedig a 30-asnál. Érkezhetnek vissza. 2 perc, 9 másodperccel az első negyed vége előtt a fehérváriak. Még egy utolsó eligazítás. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az a nyomás, amit a Kábel az helyez az irányítóra, Dalton English és Billy Hatton személyében. English van 36-osban, még akkor is, hogyha más számot mondtak neki, és Billy Hatton van 50-esen, és most látom, vagy nem, 46-os, 36-osban most már össze-vissza van. 36-osban van Billy, és 43-as és nézd. English. Igen, és egy futójáték, Madaras indult meg. Ő az, ha rá gondolsz. Kicsi a rakás. Ezért mondtam. Na mindegy. Igen. A számozásra arra is gondok vannak. Így van. De hát nézzék el nekünk, hogy hozott anyagból dolgozunk. Igen, szerintem azért a tavalyi szezonban olyan játékost is megemlítettünk, aki a pályán sem volt. De azt gondolom, hogy a rosterek és a mezek... A Kábeznél ma is volt olyan probléma itt a mérkőzés előtt, hogy 2-5-ös játékos volt. Na nézzük, második kísérlet és 9. Egy passzjáték, a szél azt gondolom egy kicsit vilt. Megtréfálta. Igen, sárgazászat nem látok, valószínűleg meg egy hosszú passz, de most elég sokan voltak. Sárga növényeket látunk viszont rengeteget. Igen. Kitavaszodott itt virágzik a first field-en. Virágzik a pitypang, igen. Úgyhogy harmadik és 9 lesz így. Az érdekes, hogy mindenki csapat elég jól megüti a futójátékot, hogyha ténylegesen running back kapja a labdát, mint hogy látjuk az előző TD-ből azért Merchantnek sikerült egy sima futással, amikor megtartott a labdát megcsinálni, de egyébként nem működnek a futójátékok egyáltalán. Ezeket a defense-ek nagyon jól levédekezik. Így van, a harmadik és 9 következik. Megtartja Merchant a labdát. Egy újabb passzjáték és az elkapás ugyan megvan. Várjuk meg, hogy hova teszik majd le, mert ugye ennek kapcsán érdekes lehet majd, hogy milyen játékot hívnak. De fennmarad az offense, ha jól látom. Igen, negyedik és nagyjából 4 yard, amit meg kell tenni. Megint rendesi Bálint volt az, aki ott igen, elkapta 14-esben. Ha nem akar elnézést, kérjük tőle. Be akarják ugrasztani csak őket? Egyelőre nem sikerült. És időkérés a végén. Időkérés lesz. Igen. Hát ezt így is kell. Igen. 44 másodperc van az első negyedből. Megpróbálták, végig gondolják, időkérés, hogy értelmesen neki menni. Időkérés, Entroners. Első csapat időkérés. Hát azt gondolom, amikor kiderült, hogy április 16-án indul el a HFL idei szezonja, senki nem gondolta arra, hogy ilyen időben fogunk mérkőzésre kijönni. Persze azért volt már egy április elején mérkőzés. Talán Miskolc Steelers Nyíregyháza Tigers volt, ami elmaradt, mert akkor a hó volt Miskolcon. Most ilyen gond nincs. Annál egyen jobbak vagyunk most. Legalább süt a nap. És továbbra is 6-0-ra vezet a Fehérvár Entroners.
igazán jó és izgalmas mérkőzés szerintem. Némi tapogatózást érzek én még. Meg a szél. Mert azt mondom, hogy arra nem számítottak valószínűleg, hogy ezzel a felforgatott offense fal, ez nem igazán tudja megfogni Fehérvári oldalról a két importjátékost, és azért ez eléggé megnehezítik Merchant dolgát. A másik oldalon pedig azért ezt vártuk, hogy az igazán jó importjátékosokkal és válogatottal teletűzzel defense-ek azok. Na, jól fog. Igen, csak magas volt a snap, és a szél nagyon visszafújja ezt a labdát. Amely a 40-esig ment csak el. Van egy kis bunyó, de hát ez szerintem normális. A falak közt kell a hírig. A fal adja a másikat. Így, pontosan. 40-ese Bak Csaba volt, az 45-ese pedig Saliga. Van ott mellette, aki a tavalyi szezonban is már több szerepet kapott, és nagyon jól is játszott. Kíváncsian várom, hogy mennyire változik meg a play call. Kérdés, hogy szükséges-e már most változtatni? Hát mindenképpen legalább, hogy majd a futásokkal ki kell találni, mert... Egy passzjáték. Érdekesek ezek a hibák számomra. Mert ugye mondom, egy picit talán védjük meg a Cowboys-t, hogy ez az első éles mérkőzés idén. Ugye nem számoljuk a... Daniel Markolt, az 19-esben, aki... ...nek az irányába ment ez a labda. De nem sikerült elkapni, második és 10. Kevesebb, mint fél perc van az első negyedből hátra. Egy újabb futókísérlet, és ezt is Zilaiék. Zilai, Péter Csabi, Dzsebráj. Így van. Hárman is azonnal ott voltak. Nem tud erőt kifejteni igazából a jobb oldalra az offense fal. Nem tudom, hogy bal oldalra láttunk-e futást, tehát lehet, hogy majd az oldalak azért váltani kell, de az option játékot például arra játszott a Cowboys. Igen. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy valamit kell csinálni, valami más típusú blokkolással, mert a futójátékot meg kell szilárdítani. Letelt az első negyed. És ennyi volt az első negyed. Térfelet cserélnek a csapatok. Addig egy rövid reklámra elmegyünk. Ennyire rövid volt ez a reklám, hiszen a HFL TV stábját a JP Autó szállítja. Innen is köszönjük nekik, az autóban nagyon jó meleg van. Lehet, hogy majd a Ádám nagyon fázik. A második fél időt majd onnan fogjuk közvetíteni. Nem, természetesen csak vicceltünk. Ilyenkor ne a fagylatra gondolj, ez sokat segít. Vagy a jégkrémre. Na, 3. és 12. Na innen folytatjuk ezt a találkozót, amelyet továbbra is 6-0-ra vezet a Fehérvár Entroners, amely csapat kikmezben szerepel, fehérben pedig a vendég Cowboys. De megtartja Kelemen Marci, és a kiindulásig simán visszajutott. Ez azonban arra elég csak, hogy egy negyedik és 9 jöjjön össze. Abban reménykedtem, hogy mivel megfordult a pálya, tehát most a HC-be támadott a Cowboys, hogy hátra megpróbálkozik egy hosszú passzal, de annyira jó volt a nyomás, és annyira nem volt elkapója, hogy nem igazán volt más lehetősége csak középen megindulni, azt pedig igazából csak egy ilyen egyjardos futásra, ha a nettó yardokat nézzük. Úgyhogy egy újabb Cowboys punt következik, Magyar Csanádig elvánszorgott a labda. Amely hát a 32-esig volt hajlandó elgurulni, és ott várja majd, hogy megérkezzen Horváth El Bence, és a kezébe vegye a tojáslabdát, hogy aztán elinduljon az újabb támadó sorozata a hazai csapatnak. Az lesz a kérdés, hogy mert beszéltünk ideig, és ezt a... És... Cowboys terhelte ez a szembeszél, hogy mennyi lesz majd a passz próbálkozás, és mennyi lesz pontos majd Merchantnak a labdája, mert
mert tényleg nem, nehéz elképzelni, hogy mennyire erős ez a szél. Főleg itt a, kakasülőn, de hát meglátjuk majd, hogy hogyan választanak játékokat. Első és 10 tehát a saját 32-eséről jöhet a Fehérvár. Fehérvár, Entrones, egy passzjáték, hosszú labda, és Reset Steelnek megvan, és lerázz a védőjét, és újabb touchdown, Fehérvár Entroners. Erre mondják, hogy sima liba. Nagyon most érdekes volt az, hogy ez a labda valószínűleg nem oda készült volna, igen, hanem inkább sokkal a belső vára kérte volna, valószínűleg ez volt felrazva a papírra. De az, hogy a külső vára érkezett a labda, az nem baj ilyen szempontból, mert távolabb került a kornertől, de Reset Steelnek is változtatni kellett a mozgásán, és nagyon-nagyon szépen kapja el. Oda visszajátszásból látszik, hogy azért ő befelé várja, és kell még lépéseket tennie. Nagyon szép játék volt egyébként. Pont a fordulásnál látszott, amikor elindult befelé, és a kifelé kellett fordulni, de még ezt is meg tudta csinálni. És onnantól pedig már nem lehetett utolérni. Na nézzük ezt az extra pontot, sikerül-e bejuttatni a helyére. Ez az extra pont pedig megvan, így 13-0-ra alakul a mérkőzés állása. Hát ez nagyon gyors volt, úgyhogy föl van adva a lecke a Kábelznek. Tesztelték, megint az volt az érdekes, hogy Merchant nagyon jól vett észre, hogy egy az egyben marad az elkapója, és ilyenkor azt gondolom, hogy meg lehet próbálni. Az, hogy magadat is ki kell próbálni, hogy széllel szemben mennyire jól működik, vagy mennyi az az eltolódás a levegőben, amit érdemes ilyenkor vagy kihasználni, vagy pedig ellentobni, úgyhogy nagyon szépen csinálták, jó volt az összhang, utána pedig a Mr. Cool után pedig ez egy pici új gyakorlat. Hát nem véletlen, hogy őt az idei szezonra is mindenképpen vissza akarták hozni, de Fehérvárra ugye Csebráj régen az a játékos, aki hosszú évek óta itt van már Székesfehérváron, és megbízható tagja a Special Teamnek és a védelemnek is. És akkor nézzük, hogy sikerül ez a visszaordás. Takács Bence kezében a labda, egy védőt leráz, a másodikat viszont már nem sikerül, a 30-asig jött. Próbálták, talán most látszott azért, hogy mekkora szél, hogy mennyire kell várni, hogyan kell hátra lépni, tehát itt is azért elég érdekes a labdának a mozgása, de nem csapta be az elkapót, aztán pedig a Special Team tökéletes játékot hajtott végre. Éppen Törzsök Tamás tart eligazítást itt a Kábelz védőinek, nem túl elégedett azzal, ahogy játszanak a mai találkozón. Na nézzük, első és 10. Egy oldalon van Kranjas Martin és Jay. Mészáros Marcinak megvan a labda, és elindul a túloldalra, sebességből próbálta volna megoldani, de megállították. Nem volt rossz elképzelés. Sőt, azt gondolom, hogy lehet, hogy erre készültek is. Azért kérdezem, vagy azért mondom, mert nagyon-nagyon jól látszott már a felállásnál, hogy a két Pestrasher egy oldalon van, és a másik irányba ment a screen játék, és onnan nagyon szépen jött vissza. Úgyhogy szerintem erre valamilyen a módon tökéletesen eltalálták Karimék ezt a játékhívást. Bár nem sok lett belőle, de akár több is lehetett volna. Azért ha 3 yard így is összejött, második és 7. Ez egy futójáték, Garajski megindul. Vitte magával a védőket. Hát ha jönnek, ilyen szépen jönnek így a yardok, akkor a matematika törvényeinek megfelelően egyszer csak összejöhet az a 10, aminek kell, ha megvan a 3-4 playenként. Most a harmadik és 3 következik. Jó lenne egy újabb first down a Budapest Cowboys gárdájától, hogy haladjanak a szél. Egy nagyon picit csitult. Úgy érzed? Igen. Kelemen Marci megpróbál most egy hosszú paszt. Hát azt gondolom, hogy ha labda mozgását nézzük, szél is eléggé benne volt ebben. De inkább volt offenzódai szabálytalanság, hogy Marci már azt próbálta, hogy a Gyarmati Máté ne tudja elkapni a labdát, ezért volt ez a reklamálás. Igen, így lesz a támadóból hirtelen védőjátékos. De hát ez, azt gondolom, hogy ezzel a szinten bele kell, hogy férjen. Így van, és negyedikre is neki fognak menni. 9,5 perc van a második negyedből, még hátra 3 yardot kell megtenni, hogy ne turnover on downs legyen. Megpróbálják majd beugratni őket. Kelemen Marci kezében a labda, egy újabb hosszú passz,
És ott az ászló, Daniel Márk ellen történt ez a szabálytalanság. Hetessel Horváth Benedek, a korábbi győri játékos az, akit a messz számáról ugyan nem, de mozgásáról könnyen föl lehet ismerni. Itt megint lehet, hogy volt egy pici kézmunka, valószínűleg hasonlóan, mint amit az előző negyedben láttunk. Az interference defense, hetes játékos, 15 yard büntetés, automatikus első kísérlet. Ahol mi állunk egyébként, annyira nem látszik ez az oldalról, tehát azért mondjuk el a kedves néznek, hogy valószínűleg az az oldal a játék, az az oldal egy side judge, az látott olyan dolgot, amit erről az oldalról nem láthatunk. Úgyhogy ezért maga biztosan, de két játékvezetés egyetértett benne, úgyhogy... Ezzel a büntetéssel és a 15 yarddal pedig már az Entroners tér felén jár a Cowboys. Egy eléggé alacsony snap volt, Egarajszki most megindul. Az első jobb futás volt, ez majdnem 7 yard, ha jól számolok. Nagyon szépen nyitott most bal oldalon. Igen. Ezért érdekes, amiről beszéltünk, hogy jobbra vagy arra váltanak-e oldalt, igen. Váltottak oldalt, nagyon jó meglátás, hogy balra elindultak, nagyon szépen a center és a guard között, és ahogy látjuk a visszajátszásból is, a linebackerek is jól sikerült blokkolni, és ez ilyen eredményes futójátékokkal lehet előre jutni most a Fehérvár ellen. Na nézzük, második és 4. Oldalra egy passz Karajszkinak. Inkább itt pass lesz, mert előre bent a passz. Így van, úgyhogy a labdaszerzés Kranyetztől, bár szép volt, de igen, Ádám, nem ére. Az a nehéz ilyenkor egy running back szemével, hogy már arra figyel, hogy megvan az elkapás és kivel kell ütközni, vagy mennyire van meg a távolsága linebackerek és a cornerek között, de az első lépés ilyenkor mindig az elkapás a labdának, és csak utána ezzel foglalkozni. És itt valószínűleg nem volt meg a szemkontaktus a labdához, és akkor már előre nézett. Anélkül felesleges szaladgálni, 3. és 4. Egy passzjáték Kelementől. Daniel Márk szerintem is meg lesz. Itt, ahogy látom, hogy megy be Udvardi Gyula játékvezető. Igen. Itt a 36-osnál és megy. És mennek már is azok. Nyalókák. A nyalókák. Ez volt az első olyan first down a Cowboysnek, amit nem szabálytalanságból hoztak össze, úgyhogy... De ehhez kellett egy nagyon jó futójáték, kellett egy ilyen jó passzkísérlet. És ugye megint Daniel Márk volt a célpont, és ugye annál a szabálytalanságnál is ő volt az, akinek az irányába ment, és ugye ők már együtt játszottak juniorban is, Kelemen Marci és Daniel Márk, tehát az ő kapcsolatuk tavaly is kiválóan működött, amikor együtt fönn voltak. Egy újabb futójáték, ebből nem jön össze, csak egy yard. És azt is érdemes megemlíteni egyébként, hogy ugye Nick Hunter személyében egy korábbi elkapójuk az, aki már tavaly is hívta az offense játékokat, és ez jól működik idén is. Itt az oldal van a mellett, Krisztus mellett a magas végony úri ember, nem a... Sapkában nem, tegyük igen, hozzá. Igen, sapkában. Második és 9. Jót tenne szerintem a mérkőzésnek, ha pontokat tudna feltenni a Cowboys a táblára. 2. és 9, 7:43 még a második negyedből. Egy passzjáték következik, és újra Daniel Márk, Tóth Dávid az, aki kitessékeli az oldalvonalon kívülre. Nézem, hogy hova teszik le majd a labdát. Hát 2 yard hiányzik a first downhoz, ha jól látom. Körülbelül, 3. és 2 lesz így. Igen. Nagyon szép volt a játék, megint nagyon jól megvédték egyébként az irányítót, és nagyon jó, teljesen üresen hagyta a corner, talán Cukor volt az, aki nem tudta teljesen levédekezni állintott, úgyhogy így nagyon-nagyon közel került az ismételt földbenhoz a Cowboys csapat. 3. és 2 következik, Boros mozog keresztbe, és érkezik a labda. Nagyon szép elkapás volt. Nagyon szép rollout volt, nagyon-nagyon jól megmozgatták az egész defense-et, ahogy elkezdett kitolódni a defensive end, a szélső linebacker, ahogy jöttek és próbálták lezárni, hogy ne tudjon kitörni az irányító, és közben egy picit a secondary előtt, és ezért lett meg a first down. Nagyon-nagyon szép játékot láttunk. Én szerintem 85-ösben óra volt az, igen. Lehetséges, de én már annyira gondban vagyok a számokkal, és nem kell, hogy ki van,
és hányas számú ez, hogy ezt neked megadjam. Köszönöm szépen, első és 10. Garajszki most elkapja a labdát, és nézi, hogy merre kell mennie, még mindig talpon. Nagyon sok a misztekül, tehát az a furcsa, hogy amiről beszéltünk, hogy már nem az első meccset játssza a Fehérvár, most már a harmadik vagy negyedik olyan misztek, olyan szerelési kísérlet, amit nem tudnak elsőre megcsinálni a fehérvári védők, ez pedig teljesen függetlenül hidegen hagyja a KBS játékos, és nagyon szépen csinálta Ádám, ahogy még tovább ment, ahogy taposolta, ahogy segítettek a táska blokkolásban, második és 3, és egyre közelebb az endzonhoz. Igen, és igazából az a furcsa, hogy ugye védő szempontból Hillmester maradt, és ő hívja a védőjátékokat, tehát azt kellene mondanunk, hogy összeszokottabbak. Második és 2, Kelemen Marci keresi a célpontjait, és... Ajaj. Na, hát ebből büntetés nem lesz, de odaértek az irányítóra. Igen, talán Nosza Willi volt az, hogy ő játszik 53-ban, nem merem mondani. Jay volt ott még, Jay szerintem. Jay volt, igen. Szerintem Péter Csaba most jött be. Ez egy furcsa emberezés volt. Nézzük meg a visszajátszásból. Igen, hátulról érkezik Jay, és... Előről meg Willi. Igen. Nosza Willi volt, az szerintem ő játszik 53-osban, de már ebben sem vagyok biztos, mert igen, a félidőben szaladom. És így is Boros Laci... No, majdnem. Közel volt ahhoz, hogy a labdához... Most érdekes lenne kihasználni azt a magasságbeli különbséget, amit... Harmadik és 2. Arra is ment egyébként a játék, mert nagyon-nagyon jól látszik, hogy azért Boros Laci legalább egy 30 centivel magasabb. 4. és 3 továbbra is. Közben a nézőtéren egyébként figyelő szemek néhány játékost lehet felfedezni a Wolves csapatából. Elbújtak elemezni. Így van, takaróban. 5 perc, 42 másodperc, 4. kísérlet, 4. és 2 a pontszerzés kapujában a Budapest Cowboys. Kelemen kezében a labda, Kelemen megindul, és megvan a TD! Én azért még megvárom a játék, megvan a játék, mint egy kézzel is, úgyhogy... Így van, touchdown Budapest Cowboys! Szerintem Boros volt. Így van. Szerintem már arra figyelt a védelem, amit el szoktak ilyenkor követni, hogy az irányító, hogy próbál kifelé futni, csak 3 yardot kellett volna megtennie, és ezért már próbáltak lezárni ezt a futósávot, és abban a pillanatban, hogy elélépett a corner, és ugye nem volt elegendő nyomás rajta, itt pontosan be tudta löbbölni, úgyhogy remek játékot láttunk. Igen, hát, Kelemennek arra is kellett egyébként ugye figyelnie, hogy a line of scrimmage-et ne lépje át. Ezt nagyon szépen csinálta. Így van, így van. És remekül találta meg Boros, kihasználták azt, amit... Szerintem jó. Nem jó. Nem jó. Talán hozzá is értek egyébként. Igen, Fehérvári oldalról. És így nincs meg. Ez már a második kiadott extra pont a mai mérkőzésen. Ez azért is érdekes, mert ugye volt itt a First Field-en olyan Cowboys Entroners találkozó, ami... Hát pont a special team játékokon ment el. Német Marci volt az, aki blokkolt egy pántot, és akkor még alá Ricsi volt az, aki azt vissza is hordta, úgyhogy a special team játékok és ezek az elvesztett pontok, ezek akár sokat is számíthatnának. 13-6 de ez az állás. De ha visszagondolunk erre a drive, ez pokolé jó drive volt, hogy volt benne egy szabálytalanság, volt egy futójáték, ami a leghosszabbat láttunk, tehát 7 yardos volt, utána volt egy jó passzjáték, utána volt 2 remek passzjáték egyébként, és utána végén pedig ez a irányító kimozgással megspékelt, oda löbbölt labda pedig feltette az íra a pontot. Úgyhogy 13-6, 5-35 a vége előtt, legalábbis az első fél idő vége előtt. Igen. És akkor Fóra indítja majd útra a játékszert, amely, a szél. Így van, amely most úgy döntött, hogy nincs kedve ebben a hidegben, neki sem. Legközebb szólj már rám, hogy kabátot mindenképpen hozzak. Jó, oké, tehát, hogy mondjuk tegyük fel tavasszal, ez kevésbé logikus, de láttunk már mindent is magyar-amerikai futballpályán, főleg itt Fehérváron, ahol egyébként ez a szél, ez mindig ilyen. Ez egy nagyon szép... Széllel szemben? Széllel szemben. Nem, hátszélben, csak megtrépáltalak. Villa az, aki elindul. És hozzá egy sárga is.
Saliga Norvi volt. Így van, 45-össel, aki megállította. Várjuk meg a büntit. Hát itt valahogy a játék az óra előtt történt, úgyhogy... És általában ugye a sárga zászlót szokták dobni, ahol a maga szabálytalanság történt. És ez itt közel a jobb oldali hess, és a számok között van félúton, a 43-as környékén, úgyhogy meglátjuk, hogy mit láttak az ebrák. Nem? De nem mentek át rajtuk. Még nem. Még nem. Illegal wedge. Receiving team. 89-es és 36-os játékos. 15 yard büntetés a szabálytalanság helyétől. Első kísérlet. Na most várjuk meg, hogy most merre mutatna. Igen. Helyesbitek. Receiving team. Igen. Jó, tehát mert az illegál vegyet a defense nem tud megcsinálni, tehát az a baj, hogy úgy blokkoltak, olyan szabálytalanul blokkoltak, hogy mondjuk két játékos összekapaszkodik, ugye ez, erre gondolnak a játékvezetők ilyenkor, és akkor a receiving teamnél, tehát ki kéne vérni a büntetést. És ezért, mert másfele mutatott a játékot, és igen, mást mondott, ezért nehéz ilyenkor egy picit a kommentátorok dolga. Igen, de láttunk már ilyet, amikor a büntetés nem volt teljesen egyértelmű, néztünk minden irányba, és jött az ötödik kísérlet. Ezt te még nem élhetted meg. Ezt itt. Nem, nem, nem esély már, ez hogy volt? Na majd szünetbe. Így van. Tehát a büntetést kimértük. Én azt gondolom, hogy ilyen szabálytalanságot HFL közvetítésen még nem hallhattunk, úgyhogy ez is debütált itt nálunk. Lassan a teljes szabálykönyvet meghallgathatjuk a játékvezetőktől. Mindenre is láthatunk példát. 13-6-os Fehérvár vezetésnél újra támadhat a Dentroners csapata 5,5 perccel a második negyed vége előtt. Egy futójáték. Szépen lekapták Levit, ha minden igaz. Középen volt a futás, viszont elég jól blokkolt belőle a fal. Úgyhogy azt gondolom, hogy a center és a guard kapcsolatot tessék megnézni, óriási a hely. Ugye eljátszották azt, hogy ment egy, mintha egy rampass option lenne, de inkább szerintem csak imitálta azt, hogy eldobná a labdát, mert igazából nem volt meg az a blokk hozzá, de remek volt a futó játék azzal, hogy az guard és a center jól dolgozott. Második és öt, egy passzjáték, és nincs meg az elkapás. Vagy Bakcsaba kezében a labda? Ha nem fújnak, akkor Bakcsaba, és... Touchdown! Na. Ezt nézzük át, remélem, hogy látni fogjuk ezt. Hát ez nagy kérdés. Ugye az történt, tehát amire a játékosok nem dobták, tehát hogy amikor levitték a játékost, akkor valahogy a kezében volt a labda, és ahogy jött nem, föl, igen, és ahogy jött föl, akkor pedig ki is ütötték. Nézzük csak meg a visszajátszásból. Itt van az elkapás. Ott kiütik, és ott valahogy kisikerült, de lehet, hogy már nem volt a labda, de a játékosok azt mondták, hogy úgy láttam, hogy a közvetlenül előtte volt a játékvezető, hogy sikerült még úgy kikapni az elkapó kezébe, hogy az nem ért földet, akkor azt vissza lehetett vinni, és így Bakcsaba feliratkozik a pontszerzők közé. Épp, hogy visszaért, de visszaért. Nagyon-nagyon szép védekezés a Budapest Kábelsztől. Nincs challenge flag a vezetőedzők birtokában. A mostani szezonban sem, így nem lehet visszanézni. Fóra! Blokkolják. És blokkolják! De ott pedig Kranyec volt az 74-essel, aki odaért. Ez már a második. A Kábelsztől összesen pedig a harmadik. 13-12, extra pont. Igaz, ugye? Így van, nálunk már annyi. Jó, csak a HFL TV-n a valós eredményt mutatjuk. És 2-25 egyébként a hátralévő. Jó mondom? Nem, 4-41, bocsánat. 4-41 a hátralévő idő. Az a 2-25, azt figyelj, mondom neked, második negyed. És 25 másodperc van a play clock. Így van. Mert utána meg lehet, hogy 3-25 lett volna, és akkor nagyon-nagyon rosszul jövök ki ebből az egészben. Így van, egyetlen egy pont a különbség, és eljött a fordulópont, a Kábelsz pedig a pontszerzés után újabb pontszerzés, tudtak élni az adódó lehetőségekkel. Náluk van szerintem a momentum jelen pillanatban.
Azt gondolom, hogy fehérvári oldalon már várják a szünetet, és igen nagy fejmosást fognak kapni a mestertől. Ebben biztos vagyok, a defense is nagyot fog kapni, de ez az offense meggondolásnál pedig mi azért láttuk a visszajelzésben, nekünk nem volt egyértelmű ebből a szögből, igen. De a játékosok így ítélték meg, ez egy ilyen lehetetlen szituáció, tehát még úgy tudják kikapni a kezéből, hogy még él a labda, de már fönn van a levegőben, és még át is sikerül passz, nagyon furcsa volt az egész, úgyhogy ezt szerintem még sokszor meg kell majd nézni, hogy pontosan mi is történt, de a mérkőzésen ez nem változtat, úgyhogy 13-12 az Entronersnek. A labda megül a földön. Will pedig megindult, és nagyjából a 36-osig, 7-esig. Egy jó 18-19 yardos visszahordást láttunk. Igazából nem kell itt az utolsó 4,5 percben hosszú pályát menniük. Szépen lassan. De ha ugyanúgy csinálják, mint az előbb. Hát és azt látjuk, hogy ez a Cowboys nagyon éles a defense-ben, tehát azokat a lehetőséget kihasználják, ami adódnak. Azt gondolom, a másikon az offense-ben pedig egy nagyon-nagyon jó drive-ot láttunk, úgyhogy most az a kérdés, hogy ez a defense meg tudja állítani még a fél idő előtt ezt a támadást. Első és 10. Billy Hatton. És ez nem volt kicsi. Ez nem volt kicsi. De a visszajátszásból látszik, ennek nagyon jó hangja volt, még innen is hallottuk egyébként. Ez biztos megérezte, Chris. És ahogy szinte érintetlenül fog átjönni a falon, ugye a belsőről teljesen elszaladta a baloldali gárd, mert a baloldali gárd és a center között szinte érintetlenül a legrövidebb úton, hogyha úgy nézzük az irányítva között. Ez nagyon kemény volt. Így van. Nagyjából azt látjuk most a Cowboys védelmétől, amit a tavalyit leszámítva az elmúlt években megszoktuk. Kemény játék. Chris Merchant újra nehéz helyzetben volt, és még tovább ugrik. Remek volt ez a screen játék, hogy a running back megkapja a labdát. Nagyon jó blokkokat is kapott. Egyébként most az előbb, ha jól láttam, akkor Radics Rajmund volt az, aki remekül lépett fel és segített ugye a jobb oldali guard pozíciójából. Válogatott kerettag ő is, személyesen ismerem, dolgozunk vele együtt, úgyhogy... Igen, és ugye ez egy nagyon fontos és furcsa dolog, hogy ugye Radics Rajmund és Billy Hatton ugye a Crashers-ben együtt játszottak hosszú éveken keresztül, majd játszottak egyébként ugye a Győr Sharks-ban is, most pedig ellenfélként néznek farkas szemet itt a pályán. 3. és 14. És egy újabb passzjáték, ezúttal Tóth Nandi indul meg, simán megvan a first down. És van egy sárga zászló még ráadásul ott hátul egészen az irányítónak helyétől. Amit láttunk, az egy remek. Ugye nyomás volt, középen érkezett a belső linebacker, viszont ilyenkor valószínűleg egy-egyben marad az egyik elkapóval, Bak Csabi, aki sebességből nem tudta utolérni Nandit. De várjuk meg, hogy mi lesz majd a büntetés. Personal for Rushing the Passer, defense, 58-as játékos. 15 yard büntetés a play végétől, automatikus első kísérlet. Törzsök Tamás vezeti a védelmet 15 yarddal hátrébb. Ő volt a bűnös, aki elkövette ezt a szabálytalanságot. Ugye neki szaladt az irányítónak, igen, amire nem kellett volna ezt már megtennie. A labda már elhagyta Mershant kezét. Igen, amikor átment blitzelni, akkor még a running back meg tudta blokkolni mélyen, utána tovább ment és már későn ért oda, és ilyenkor ez, mondhatnám, hogy benne van, de feleslegesen sújtotta a csapatot ezzel most. Igen, az ellenfél 30-asán jár már a Fehérvár Entroners. Egy shovel pass, így van. Ó, de szépen egyensúlyozott! A kötéltánc, ahogy szoktuk mondani az oldalvonalnál. Ugye lehet, hogy ha egy picit nagyobbat löknek rajta, akkor kilépett volna. De így, ha jól láttam, akkor nem lépett ki, és ott teszik le a játékvezetők a labdát, úgyhogy Madaras Erik remekül így van kapja meg itt a shovel pass-t, lerázza az egyik védőt, itt volt az a pici lökés, és volt az, aki nem tudta, az egyensúlyozás. Nem tudta jó szögből eltalálni, és így tovább tudott menni. Na, a fiatal futójátékos. 11-12 yardról jöhet az Entronert. Ugye csak egyetlen pont az előnyük. 2-35 és fut az óra. És egy időkérés lesz ebből? Igen. Így van. Kicsit megtörni a lendületet, egy kicsit rendezni időkérés, a sorokat. Időkérés. Cowboys első csapat időkérés.
félidőből hátralévő idő 2,5 perc. Az idei évben is folytatjuk a kis lövöldözős játékunkat, két pálcika maradt mindkét csapat neve alatt. Wow, én mindig újat tanulok. Ugye? Ugye látod? Mint a búcsúban, erre gondolom. Így van, pontosan. Eddig meglepő neked a mérkőzés? Igen. Én picit kisebb ellenállásra számítottam a Kábelsztől, de a szerencse is az, hogy nagyon jó drive-okat tud, vagy egy olyan drive volt, ami azon a megsüvegendben nagyon szépen fel volt építve a passzok, illetve a futójáték is, és egy én azt éreztem egy picit az Entronesnek a defensive line-nál hosszú drive-nál, hogy nagyon jól lettek rájuk hívva a játékok. Tehát egy valószínűleg itt már kijön az elemzés, amit láttak többször is az ellenfél defensive-nek a felállásakor, hogy lehet olyan oldalakra hívni a játékot, amik ülhetnek, mert gyengébb játékosok kerülnek át akár edge pozícióba, akár defensive tackle-be vagy linebacker-be, akiket így meg lehetett játszani, illetve a secondary-nek egy picit az a bizonytalansága az, ami talán meglep az Entronex oldalról, viszont ez a drive az Entronex-től ez remek, nagyon szépen viszik akár a futójáték, akár a shovel pass, akár pedig a hosszú pass, az elég jól működött. A falnál látok hiányosságokat, emlékezünk csak Billy Hatternek a szekére, az egy nagyon csúnya volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy a legtöbbet teszi velem most jelen pillanat a Kábelsz, de a Fehérvárnak még egész egyszerűen jönnie kell, van még egy teljes félidő, és ennél szerintem sokkal jobb csapat. És elcsúszott Rashad Steele, a labda pedig ott volt a helyén. És ráadásul ez egy corner blitz volt, amit hívtak. Tehát látta pontosan Merchant, hogy jönni fog, és az utolsó pillanatig kivárt, de nem tudta megjátszani az elkapóját, mert nagyon-nagyon jó védelmet kapott a Kábel szekünderiétől. 2 perc, 25 másodperc van még ebből a negyedből. Egy pontos előnyben jelen pillanatban a Fehérvár Entroners. Második kísérlet. Nagyjából 11-12 yardra van az endzone tőlük. Újra ugyanaz a játék, és ezúttal nincs elkapás. Kilépett volna? Lehet, hogy a bal lábában már kilépett. Mert az endzone-ba kapja el, csak valószínűleg ahogy ment kifelé a labda, ugye pont a vonalra lépett rá a bal lábával. És ezt a TD-t így anulálják a játékvezetők. Harmadik és 10 lesz. Harmadik és 10 bizony. Most nem csúszott el Rashad Steele, a labda pedig ott volt, sőt el is kapta. De az a frágya oldalon, ugye, de akkora szél van állni, hogy le ne essél itt a széksorokra. Hogy szedlek össze? Igen, harmadik kísérlet, passzjáték és Will! Megint Merchant az utolsó pillanatig vár, már benne van a szájában a szeg, ha szabad itt fogalmazni, hogy még várja, csak az úgy nyújtja meg a játékot, hogy még jobb pozícióba tudjon helyezkedni az elkapója, és tökéletesen most talán slotba állt föl. Falcon Pernolle. És úgy, ahogy nézzük, Will tökéletesen kapja meg a labdát. 19-12 így. Megvan a TD. Az extra pont, ami nagy kérdés. A mai nap nem annyira jönnek ezek az extrák. Ez azonban a helyén van. Sikerült. 12. És ahogy megnézzük, ez egy remek 2 perces drive volt egyébként. 2:16 maradt az órán, és ezzel kell jól gazdálkodni, vagy garázdálkodni a Kábelsznek. Tehát az egyik oldalon sikerül, a másik oldalon nem sikerülhetne. Hát ilyenkor a frány széleffektus. Nézzük, hogy... De ettől függetlenül továbbra is nyomás van az irányítón, jól dolgozik a Kábelsznek a defense fala, főleg a két edge rusher, a két secondary, úgy érzem, hogy a Fehérvárnál is, illetve a Kábelsznél is egy picit ilyen szezon elleni formát nyújtanak még, ettől függetlenül nagyon jók az elkapók, tehát látjuk, hogy nagyon nehéz őket levédekezni, de ez egy nagyon-nagyon jó drive volt az Entronerstől. Na nézzük, mit tartogat számunkra ez az utolsó 2 perc. Elszaladok neked forró teáért, jó? Nagyon rendes ember vagy. Kibírod 2 perc, 16-ig nélkülem? Na, Takács Bence indul meg újra, és Jebrai Reagan. Hát rajta átjutni azért nem egyszerű. Jé, remekül érted a Csabi, Bak Csabi, csak leszedni tudta már róla, de mert azért Jaynek a sebessége, technikája,
az az erő, amivel ütközik. Egészen nem véletlen, hogy szeretnénk, hogyha akár a válogatottban is be tudna ide mutatkozni. És ugye erre van is esély, hogy az idei évben valami valahova ment. Nem én voltam, esküszöm. Bármi, ami eltört, az nem én voltam. Így van, a cuccaink is lassan megindulnak haza. Első és 10, Kelemen Marci. Boros Laci lábát. Igen, ez egy ilyen menekülő passz volt, tehát hogy igazából... Érkezett Jay, úgyhogy megértjük. Jay is, és Kranjec Martin is érkezett, ha minden igaz. Szépen bezárták Marapófogóba, és onnan próbálta eldobni a labdát, de hát ilyenkor nincs könnyű helyzetben. Úgyhogy második és 10. Azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy ugye a tavalyi szezonnal ellentétben a Cabez most hozott importokat, és eddig nagyon jól beváltak. Megint egy oldalon van Martin és Jay. Így van, fönt van Horváth Peti, és Daniel Márk kapja meg a labdát. Zilai megérkezett. Valami érdekes ez egyébként a... Az Zilai? Nem olyanira gondoltam, hanem a defense felállás, amikor a két edge rushert átteszed a bal oldalra, és slantel a fal jobbra, és valahogy ezt érzi az irányító is, hogy nem a másik oldalra akar visszadobni, hanem itt keresi a célpontot, de remekül lépett le Zilai Jani, és csinálta meg a tackle-t. Harmadik és 7 következik. Másfél perc van még ebből a fél időből. Kiforog a zsebből, és odaérnek rá. Kranjec, de ott volt 93-asban Horváth Péter is. Nehéz lett volna elkerülni ezt a szekket. Igen, megint ugyanazt láttuk, hogy ugye feláll a két edzsásra bal oldalra, azt lentel az egész fal, azért tudott odaérni a Horváth Peti is, és Kranjec Marci pedig megkerülve az egész falat kergette az irányítót, nagyon-nagyon szép szekket láttunk, nagyon eredményesen csinálja ezt. Örülök, hogy vele is foglalkozhattam még. Időkérés. Antroners, második csapat időkérés. A fél időből hátralévő idő 1 perc 18 másodperc. Negyedik és rengeteg egyébként. Igen, és 78 másodperc van már csak ebből a fél időből. Hát azon te is kezdesz megfázni. Ez már nagyon régi. Ez már a kor. Vagy a kor. Én nem tudom, de... Na és akkor negyedikre érthető módon érkezzen egy punt. A nézők egy része már támadó felállást vett föl, és megközelítette a büfét. Magyar Csanád várja a labdát. Azt hittem a büfébe. Sanyi. Pattokat az még jól. Pattok. Tóth Dávid kezében a labda. Szép szerelés. Arra már nem volt út. A nézőtéren azt kérdezték, hogy miért nincs 2 perces figyelmeztetés. Azért, mert ebben a stadionban van óra. Úgyhogy ezt a HFL TV nézőinek mondom, ezért nem. Igen, nem hallhatunk itt. Frónalányi csinálta meg a tekölt egyébként. Igen. Aki szintén válogatott játékos, mert van válogatott játékos bőven mindkét oldalon. Na de! Tudja növelni az előnyét a fél idő előtt az Antroners. 1 perc, 10 másodpercük van még erre Chris Merchantéknek, hogy megoldják. Egy passzjáték Tóth Nandi irányában nagyon szépen átverte a védőit. Nandinak zseniális a lábmunkája egyébként. Tehát válogatottban is őrezbe tudja kergetni a kornereket és a linebackereket. No huddle mennek tovább. Így van, és Saliga épp, hogy leért. Na nézzük. Második és 5. És az irányító... Gyönyörű megoldás lett volna. Már estében próbálta még Tóth Nándihoz eljuttatni a labdát. Érezte, hogy zárul össze a zseb, próbált fellépni, és onnan még látta, hogy Nándi üresen van, de már annyira benne volt a zsákban, hogy nem tudta estében eldobni a labdát, úgyhogy Nándi elkapja. Harmadik és 4. következik. 0-42. Még mindig van 42 másodpercig, így van. Pont, hogyha rossz számot mondok. Figyelek, nagyon figyelek. Egy passzjáték Rashad Steele irányába, ez a labda nincs meg. Pedig ő ezeket el szokta kapni. Mostanában valahogy a vonal túl közel van neki, úgy látom.
Hát ebből szerintem vastagon benne van a szél. Arré fújta a vonalat, láttam már ilyet én is. az nem az a vonal. Magyar pályák a ritkább, de előfordult itt is már. Na, hát természetesen negyedikre is rá fognak menni, ez nem is kérdés. Innen ellenszélbe teljesen értelmetlen a mezőnygól kísérlet, de a punt is teljesen felesleges, a turnover and dance sem biztos, hogy egy rossz megoldás tudna lenni. 39 másodperc, 20-12-re vezet továbbra, és az Entroners egy nagyon... Picit rossz a snap, de ettől függetlenül, hogy a special team munkából nem kockáztattak, inkább Merchant elrúgta, mint pantot, ugye ezt láttuk most, és akkor láttuk, hogy Rashard Steel pedig, ahol kellett hozzáértett, hogy 10-en belül 8 yardról jöhet. Így van, nagyon szép. Ugye az idei szezonban is majd láthatunk ilyeneket, mert Vasil Jordan és a Steelers is ugye újra visszatérnek a HFL-be, ők pedig rendszerint alkalmazzák ezt. Vagy elpasszolja, vagy elrúgja, mind a kettő is megy neki. Igen, azért ezzel nagyon azért jó ezzel játszani, mert ugye nincsen külön visszahordó hátul, tehát lendületet sem tud venni, így össze-vissza, ahogy pattog a labda, akkor általában az elkapó még hozzá tud érni, és akkor vége lesz a játéknak. Erre láthatunk most is egy példát. 0-31. Első és 10. Saját 10-esén belülről jön a Cowboys. A labda eladása kell csak figyelni. Újabb Daniel Markel kapás. Egy lépéses passz. Oldalon a remekül lépett vissza a corner. Kitessékelte oldalt. Minusz egy yard. Hírös statisztikával természetesen nem rendelkezünk. Pedig én próbálkoztam. Beszélgettünk erről rádióban, de asztal nélkül nehéz. Így van. Amúgy is elfújná a szél papírjaidat, de teljesen mindegy. A második és 9 egy yardot hozott ez az elkapás. Kit érdelik? 0-23 van még. Mindenki elmegy melegedni. Mi is megyünk melegedni? Hogy lassacskán elmegyünk a melegedőbe, így van. Horváth Peti barátkozott össze Kelemen Marcival. És ennyi, akkor véget ért az első félidő, ahol 20-12-re vezet a Fehérvár Entroners. Egy nagyon izgalmas első félidőn vagyunk túl. Én azt gondolom, láttunk pontokat is, ennek nagyon örülünk. Hogyan összegeznéd az első felvonást? Nagyon-nagyon jó. Én picit más képet vártam attól, hogy picit nagyobb fehérvári dominanciát vártam. Nagyon szépen megragadta a Cowboys a lehetőségeit, akár az első drive-ot nézve, akár amikor Bakcsőbinek sikerült kérőszakolni a labdát. Azt gondolom, hogy talán egy picit erőn felül is teljesítenek. Mind a két csapatra jellemző, hogy az offense falnál meg kéne oldani a két edge rushernek, vagy meg kéne nehezíteni a dolgát. Amíg ezt nem teszik helyre, addig nagyon nehéz hozzá a helyzetbe hozzák a saját irányítójukat. De jelen pillanatban ebben az adott kapokból az Entroners jött ki jobban, úgyhogy 20-12 az Entronersnek. Így van, vezetnek a hazaiak, most elmegyünk mi is egy hosszabb szünetre, aztán érkezik a harmadik negyed. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Forró szeretettel. Újra itt a HFL TV képernyője előtt. Hamarosan elindul a 2022-es Veolia HFL szezon első alapszakasz mérkőzésének második félideje. 20-12-re vezet a Fehérvár Entroners a Budapest Cowboys ellen. Aki idáig nem volt velünk a képernyő, most éppen fehér mezben, kékzöld nadrágban és sötét sisakban a Budapest Cowboys látható, a Fehérvár Entroners pedig kék-fehérben, sötétkék-fehérben szerepel. Innen folytatjuk Kovács Sándor továbbra is itt mellettem a kommentátorállásban, a szél pedig, mint ahogy az a labda is mutatja, fúj tovább, egyáltalán nem lett jó idő, ráadásként most már felhők is vannak, amik a napot is eltakarják, így az a pici meleg is eltűnt, ami idáig volt. Hát hamarosan kiderül, hogy sikerültek a fejmosások itt a hosszabb szünetben. Itt azt gondolom, hogy ezért a fehérvári oldalon lényegesen több fejmosás volt, és
keményebb hangvétel, mert szerintem nagyon messze van a mutatott játék a valós tudás alapján, úgyhogy a Cowboys pedig szerintem hozza tőlük telhetőt, nagyon agresszív defense-ben, nagyon jó kivitelezett drive-okat látunk. Egyébként offense-ben egy olyan jó drive volt, amiből TD-t is tudtak szerezni, de hát meglátjuk, hogy ez kitart-e egészen a meccs végéig. Fóra rúgta el a labdát, és sikerült a saját játékosába beleszaladni. Így viszonylag egyszerű dolga volt Frónának, 56-ossal, aki a 30-ason szerelte Wilt, aki rendesi. Megszaladt neki. Sikerült kideríteni valamit a számokról? Nem. Nem, jó, hát akkor... A következő mérkőzése készülünk majd, amelyet ugye jövő hét vasárnap fogunk majd megmutatni itt a HFL TV képernyőjén, szintén Sanyival együtt Miskolc városából, ahol a szünet után visszatérő Miskolc Steelers lép majd pályára György Sharks ellen. Chris Merchant megtartja a labdát, Billy Hatton odaér rá, és Chris pedig kidobja. Nagyon, nagyon jó volt megint, az lett volna a pláne, hogy amikor húz át a running back, ugye Levi volt az, aki indult át keresztbe, hogy megkapja ezt a rövid passz, csak annyira jól érkezett Billy Hatton, hogy annyira már ott volt a derekánál, hogy nem mert oda passzolni a running backnek a labdát, hogy inkább oldalra kidobta, a remek védekezés volt megint az import játékostól. Így van, második és 10 következik. És ha jól látom, akkor egyrészt Tóth Levi is, másrészt Novakov is fönt van a pályán 41-esben. Igen, általában a passzjáték szokott lenni, hogy kijöttem blokkolra. Rashad Steele irányába megy a labda. Rashad Steele pedig nagyon sok szerelésről lejön, és már túl a főpályán, blokkoló előtte végig fog érni. És touchdown, Fehérvár Intruners, Rashad Steele, 26-12. Én nézem át a pályát, hogy van-e sárga zászló, hogy nem látok, úgyhogy ez érvényes touchdown lesz. Nagyon így szépen van. Csinálta, jó volt a screen pass, ugye oldalra, bal oldalra, onnantól pedig kapott 3-4 jó blokkot volt, 2-3 misztekről. Keresztbe vágott, és utána pedig... Na nézzük, itt az ismétlés. Ugye ott egy, kettő. Ez egy jó blokk volt, három, ugye Antekl. Igen, és akkor itt már tovább megy. Itt van előtte, rendesi, megtisztítja a terepet. Az a blokk kellett azért, hogy senki nem éri utol már legyen. Rashad Steele-t, aki megszerzi mai második touchdownját. És az extra pont is jó. 27-12, 11-32 van a második negyedből, alig pörgött le az órából. Ez gyors volt. Jól sikerült a fejmosás, én úgy érzem. Egyrészt azt gondolom, hogy igen, másrészt pedig láttuk, vagy mi már gondoljuk azt, hogy amikor Novakov is fenn van, és Tóth Levi is fenn van, akkor azért passzjátékot fogunk látni. Ment a screen ugye kifelé, és ezt igazából a Cowboys rontotta el, mondjuk azt, hogy ezek az arm tackle-ök, ezek a nagyon magasan elvégzett szerelési kísérletek, ezek nem működnek már itt HFL szinten sem. Úgyhogy ő pedig él a lehetőséggel és a remek blokkok között, a társok segítségével futja a touchdown-t. Én megmondom összetén, hogy valószínűleg ez minden playből összejöttett volna korábban is, de akkor remekül reagált a Cowboys, de most egy picit talán elaludtak. Úgyhogy egy picit lehet, hogy az öltözőbe ragadtak, de hát még rengeteg idő van, hogy tudjanak pontokat tenni a táblára. És akkor újra Takács, aki nem tudja elkapni a labdát, ezzel pedig igencsak megnehezíti saját dolgát is. A 20-asig jött vissza ez a labda. Igen, Novakov Dávid volt, aki először odaért, de nem tudta földre vinni, és akkor jött a tömeg. Sikerült megcsinálni, egy tömegtekőllel lehetett vinni a földre. De jöhet a Cowboys. Így van, a saját 20-asáról fogja megkezdeni a második félidő első támadó sorozatát. Erre pedig a nap is kisütött. A szünetben arról beszélgettünk, hogy téli sapkában tavasszal mérkőzésre kilátogató nézőket látni nem annyira nagy flash. Kelemen Marci, akit egy picit ápoltak, és a szünetben egy újabb futójáték. Nagyjából egy 2-3 yard. Péter Csaba játszik egy tweeteket, Horváth Péter pedig a nose-t, és most ő csinálta meg a tackle-t egy yardon, úgyhogy második és 9-en jöhetnek majd.
és mivel alattunk itt van a Kábelsz kispadja, éppen Karim Trebelsz is arra hívta fel játékosai figyelmét, hogy túl sok a misztekül, és figyeljenek oda erre jobban. Ez a meccs még azért nem úszott el, egy passzjáték, ez kicsit magas volt Daniel Márknak. Igen, első double coverage-ba próbálta bedobni a labdát, elég jó volt a nyomás a falnál, nem volt igazából egy jó, aki nem tudott beleállni rendesen abba a dobásba, kicsit hátsó lábról engedte el, úgyhogy nem volt igazán pontos. Harmadik és 9. A teljesítendő táv. Továbbra is Garajszki Ádám, ugye Roják Ricsit még nem nagyon láttuk fönt. Na nézzük ebből a passz kísérletből. Mi lesz? Egy! Zászlót nem látok sehol. Hát nagyon közel voltunk az interceptionhöz. Azért Marcinak óriási szerencséje volt, hogy megint beleszólt a szél a játékba. És egy jobb helyzetbe hozta a védőt. Igen, Horváth Benedek volt az hetesben. És Mészáros Marcinak ment ez a labda. Ráadásul megint egy double coverage volt, hogy a safety is kiváltott rá, és mivel ennyire pontatlan volt a játék, elég kevesen vannak ott a special teamből, és közben megy az idő. És azért időkérés. De már időt kértek, ha minden igaz, úgyhogy most már lehet veszekedni az oldalon kívül is. 45. Időkérés. Kábelsz. Első csapat időkérés. Negyedből hátralévő idő 10 perc, 40 másodperc. Még gyanús volt, hogy számoltam, hogy egy játékos biztosan hiányzott, de legyen másfél, mert kettek kezdtek ebben felé. Igen, szaladni. Német Marci is neki indult. Nem láttam pontosan, ki volt a másik, aki rájött, hogy lehet, hogy a pályán lenne a helye. Most megvannak, az biztos. Így van. Magyar Csanád várja a labdát. Épp, hogy eljut hozzá. Úgyhogy majdnem átment. És Tóth Dávid térde, földet ért. Így a játék, ott meg is áll. Majdnem a félpályára jött az Entroners. 49-es. Így van. Egy yard hiányzik. Az még szerencsé, hogy lehet te átkapni a bifélben, nem? Igen. Az most kitart, legalább egy negyedik biztos. Az a nagy kérdés, hogy Kelemen, akit tényleg egy rövid ideig ápoltak az első fél idő után, hogy ő, neki a sérülése mennyire súlyos, ha egyáltalán súlyos. Ugye ott van Szabó Tomi, aki egyébként már játszott mérkőzéseket, akár őt is be lehet állítani, ezt Karim Trebelsz is elmondta, Chris Merchant viszont tartaná pályán, és érkeznek rá! Nagyon nagy volt a nyomás, jobb oldalról érkezik. Talán Habermeyer volt? Nem, Szűcs. Szűcs volt az. Utána a visszajátszásból majd látni fogjuk, mint egy falkeresztet láttam volna jobb oldalon. De nézzük meg az elindulást. Egész egyszerűen betolták, nem volt itt semmilyen kereszt, ment a szélső linebacker blitz is, és együtt a tekülés a gárd elváltotta magát. Szinte megint érintés nélkül sikerült odaérniük. Így van, ezzel pedig már második és fényévek. És megtartja az irányító, és... Pedig csúszott lábbal előre, bizony. Igen, ott a sárga zászló. Nem tudta már a védő megfogni. Hát lehet, hogyha majd a visszajátszást megnézzük, hogy volt-e olyan pont, amikor el tudta volna kerülni az ütközést a defense játékos, mert ez a kérdés, amikor a lábbal előre csúszik az irányt, akkor nem durvulunk elég hozzá, úgyhogy is vége lesz a játéknak. De addig, amíg nem tudjuk, az pontosan, legalábbis a játékosok közelebb voltak, jobban látták, de hogyha nem tett meg minden a defense játékos, hogy elkerülje az ütközést. Vissza fogják vonni. Léton során nem történt szabálytalanság. Így van. Így van. Igen, látványra... Határeset volt, azt tegyük hozzá szerintem. Igen, de azért látványra is úgy nézett ki, hogy nem az a célja, hogy lebontsa az irányítót, és... Nem, de csúszik előre, és nagyon mélyen volt már alapból. Igen. Hát, nekem ez határeset. Tehát ha nagyon szigorúan értelmezzük a szabályokat, akkor erre abszolút lehetett dobni sárga zászlót. Troy Rice meg tudja neked magyarázni, hogy ez így miért nem működhet.
de így döntöttek a játékosok. Menjünk tovább! Így van, és nem sikerül, ott! És talán megvan. Az volt a szerencse, hogy megvolt a cutblock, és talán egy ilyen fél bukfencel ott volt az irányító közelébe. Mert ez kellett ahhoz, hogy erről szekről tudjunk beszélni. Így van, törzsök is. Na nézzük csak meg. Ugye őt lesz majd érdemes figyelni. Ott a cut, és az a pont olyan helyzetbe kerül, hogy a pont a menekülési útba tudott belebukfencezni talán, hogy szabad így fogalmazni. Derékon ragadt esten a megint sikerült levinni. Negyedik és rengeteg. Így van, negyedik és hát szerintem több mint 20. Innen kellene valamit tenni, de ugye láttuk már, hogy Chris Merchant el is tudja rúgni ezt a labdát, tehát akár pantolni is tud. El is fogja. És ezt is teszi. És... Hát ez nem volt igazán jó pont. Hát ez igen. Ez nagyon messzire nem ment. 40-es. A 40-esig jutott. És ha megnézed egyébként Kriszta, hogy megy, az... Szerintem fájt neki az ütközés. Tehát nem tűnik annyira jónak. Megmondom szintén, hogy ez a két remek defense megmozdulás, akkor legyen három, de ez a két szek, amit nem tudtak mutatni, hogy egyre többet van a hátán. Igen. Az, amikor csúszott előre, ami véleményes volt, hogy szabálytalan vagy nem. Szerintem adható lett volna, ettől függetlenül teljesen mindegy a dolog, mert történelem megyünk tovább, de az nagyon-nagyon fontos, hogy ha ő megsérül, akkor a második számú irányítóval lehet, hogy gondolni. Igen, ugye Villa az, aki a belga válogatottban már játszott irányított, és itt Fehérváron is. Meglátjuk, mi lesz. És egy passzjáték, Fehérvári... Remek védekezés. Fehérvári védekezés, igen. Mészáros Marci volt az, akinek egy picit rövid volt ez a labda. Abban a pillanatban, ahogy nyúlt előre Marci, és azért, mert legalább Marci méretével rendelkezik Bálint is, hogy legalább annyira tudta előre tenni a kezét, hogy bele tudott jutni a labdába is. Meg az elkapás. Második és 10. Gyönyörű blokk. És Jebrai régen blokkolta ezt a passz kísérletet. Hát nagyon szépen odaért most. Igen, első lépésből lerázta a tackle-t, utána pedig a running back-kel került szembe, aki nem tudta megblokkolni, és pont abban a passával tudott felugrani, ahol le tudja ütni a labdát. Itt látszik a visszajátszásból tökéletesen. Remekül dolgozott Jay. Harmadik és 10 következik. 8.32. Szabó Tamás folyamatosan melegít a kispadoknál. Vagy beszéljünk erről is, hogy mekkora hátrány az, hogy Kelemen Marci sem az óriások közé tartozik. Megtartja a labdát, odaér Kranyec, de elép előre Goreszki, egy nagyon szép elkapás, és egy 5 yardot összehoznak ebből a játékból. Ha nem kezd el topogni középen, hanem tudja, vagy érzi, hogy kb. A pályának melyik részén van, vagy hol vannak a defense játékosok, ebből sokkal több is lehetett volna. Az egy remek játék volt, ahogy kiszabadult, ahogy meghosszabbította a játékot, és ahogy ment az a tulajdonképpen a running back, hogy ott maradt középen, utána láttuk azt, hogy ha egy picit hamarabb elindul, picit hamarabb fordítja a fejét, és esetleg a másik oldal indul el, akkor talán több szerencsé lett volna, de így is remek játék volt. 4. és 5. Így van, még mindig 5 yardot meg kell tenniük. De újra megmutatkozott, hogy azért van... majdnem sikerült beugrasztani. Ez volt a cél. Igen, csak nem adta fel a center a labdát. Így van, így van. És Daniel már irányába megy, és megvan az elkapás, és megvan a first down. Aztán Nosza volt az, aki földre vitte a Cowboys elkapóját, de nagyon szépen ment föl azért a labdáért. Igen, sajnos Cukor abban a hibában esett, hogy ha egy féltekről az nem tekről, hogy próbáltam még ott masszírozni, vagy lecsúszni róla, ő is egy kicsit a derekánál maradt, és nem lábra ment le, onnantól pedig a Willinek kellett besegíteni ahhoz, hogy ebből ténylegesen ne legyen hosszabb játék. Úgyhogy megvan a first down. És már a fehérvári térfélen jár a Cowboys. Megint a rollout. Így van, és mennek Kranyec is, és hát azt... Nem. Kidobta a labdát. A Cowboys irányítója. Nem volt jó. Megint Nosza Willit kell dicsérni, ahogy amilyen szöget választott, ahogy a Martin is mentek elé, nem lett volna ideje megdobni ezt rendesen, hogy beleállni, és az elkapókat pedig remekül fedezték a kornerek, úgyhogy a legjobb megoldást választotta azzal, hogy kidobta oldalra. Második és 10. Közben a következő időkérésnél már van témám, amit földobok majd neked, de nézzük most második és 10-nél.
mit láthatunk a Kábelztől. Négy elkapóval továbbra is Garajszki a futók közt. És nem volt rossz elképzelés a pampa. Igen. Tehát, hogy egy kicsit talán a secondaryt próbált ezzel becsapni, hogy amikor beleállt egy félig ebbe nevezzük olyan, nem tudom, pumpnak, nem tudom másnak mondani, mondjuk dobócselnek, akkor legyünk ebbe, akkor lehet egy picit elaludt, de nem ment igazából jó helyre utána a labda. Igen, a másik irányba várta szerintem Fóra, úgyhogy azért is nem jött össze. Ez a játék, 3. és 10. Használtak a dobócsel kifejezést? Most nem tudom, majd fogjuk. Nem, szexuális. Így van. Közben ugye egy Gyarmati Máté hátrament safety-nek. Igen, mert a slotba szokott védekezni egyébként. Igen, igen. Elhagyta eredeti. Nem. Hát ez a pálya közepére teljesen légüres térbe érkezett. Takács lehetett volna a célpont. 4. és 10. Nézzük, hogy érkeznek-e magyar csanádék, vagy negyedikre neki mennek, érkeznek magyar csanádék. Pántot fogunk látni. Igen, lehet, hogy ez lépés arra, hogy a passzjátékot egy kicsit vagy lejjebb tekerik, hogy rövidebb passzokat adjanak, mert pontosan cover 2-t és cover 4-t védekezik a Fehérvár, és Máté azért ebben elég jó. Közben pedig elég jó nyomás van a faltól, hogy ez akár interceptionokban is tudjon működni. Tóth Dávid várja hátul a labdát, magyar csanád el is rúgja. És jó irányba pörgött fehérvári szempontból ez a labda vissza a 20-as irányába. 6 perc, 51 másodperc van még a 3. negyedből hátra. Továbbra is 27-12-re vezet Rashad Steele legutóbbi touchdownjával a Fehérvár Entroners. Na de milyen témát hoztál nekem? Csak azt tűnt föl, hogy ugye Matthias Kanter hogyan kommunikál irányítójával, hogy headsetet használnak? Ami nem, ám annyira megszokott itt. Ti nem használtatok, nem? Hát mi nagyon öregek vagyunk, nem? Nálunk, ha leszalad az irányító az oldalonára, bemondják neki a plét, bemondja a huddle-be, megint a shovel pass. Így van. És egy 3-4 yard azért megvan ebből Madarasnak. Utána jönnek a kézjelek, persze, azt tudjuk, hogy azért mindenki oldalon működnek ezek a dolgok, de... Postagalam és minden egyéb. Hát az... Csak lelövik őket azonban. Úgy nehéz. Mi volt a plépőrű? Nem tudom, a galamb vitte. Nem, nem. Ilyen időben nem is tudna oda repülni, figyelj, tehát... Hogy egy, az... helybe, egy helybe repül. Te kollégrik. Na nézzük, 2. és 6 következik. Nézzük megint. Novakon van a backfielden, ha minden igaz. Így van. Akkor megint passzjáték van, blokkolni marad bent. És Will irányában a labda is megvan az elkapás. Nagyon jó helyre ment egyébként, hogyha a cover 2-t kéne kinyírni, akkor azok a csücskök elég jól működnek, mert a safety még nem tud kinyírni, a corner meg lemarad, és ha pont ebbe a zónába érkezik a labda, akkor azért nincsen nehéz dolga az elkapónak. De azt nem számít, hogy el kell kapni a hát labdát, igen. Amit most megtörtént, most már egyre kevesebb az a labda, amit elejtenek a játékosok, főleg fehérvári részről. Ugye Rashad Steele-nek is csak azzal volt problémája, hogy hol van a pályán belül és hol van a pályán kívül. 1. és 10 már az ellenfél térfelén jár a Fehérvár Entroners, egy újabb szép támadó sorozatot indítottak el a hazaiak. Megint a shovel. Így van, csak Novakovon már nem volt esélye. Addigra az egész. Nem volt esélye. Bak Csaba. Ezt már olvasták, láttunk ebből a playből, 3-4 a mai mérkőzés során, remekül olvasta a defense, megpróbált azért, és a defense, és az offense fal sem segített ebbe Novakov Dávidnak, hogy egy picit lyukat nyisson, vagy előrébb tudjanak menni, és ebből azért pozitív yardot nehéz feltenni a táblára, itt látjuk, hogy most elkapja, de ott a tömegben szerintem, hát a metróba is nehéz beszállni, hogyha fullon van, tehát igen. Igen, de akkor az egy 77-es, hiszem Horváth György, is útját állta, tehát, hogy rajta is át kellett volna verekednie magát.
Tóth Nándi motion, és megtartja Chris Merchant. Ez szerintem nem így volt kivitelezve. Igen, Novakov is széttárta a kezeit, hiszen előtte üres volt az út, hát a labda viszont nem érkezett. Ugye látos, egy optionnel és egy róla, hát ha nem is róla utakra egy ilyen, ahogy próbált volna kifutni, az lett volna az alapopció, hogy akkor ha jönnek rá, akkor kidobja Novakovnak, mert Novakovon senki nem senki volt. Senki nem volt, csak az üres terület volt előtte, talán Rashad Steele még. Ez most egy rossz döntés volt az irányítótól. Igen, de igazából így is összejött néhány yard azzal, ahogy hátrafele esett az irányító. Harmadik és 7. Továbbra is Novakov. Jön a passzjáték. Megtartja Tóth Nándi, és nagyon szépen megvan a first down. Folytatja tovább az Entroners a támadást. Picit csökkent a nyomás. Úgy érzem, hogy jobb a blokkolás is, ma legalábbis azt, hogy Novakov fenn van, és próbálja ezeken a pass protection-eket segíteni az offense falat, ez egyre jobban kezd működni. Legalábbis arra az időre akár egy másodperc is tudja késteltetni. 4 perc van még a harmadik negyedből. Első és 10. Novakov most megkapja a labdát, és megindul. Pozitív yard lett belőle, de már az elsőről még jól le tudott jönni. Utána az viszont nem volt sehova. Utána bedarálták, igen. Nehéz a forgalomba. Azért motorozni, nem? Tehát egy... Nagyon szépen tömték a lukat, nagyon jól lépett fel a linebacker sor. Ezt így is kell. Azt még mondjuk el, hogy attól függetlenül, hogy a két pass rusherek igazából nem szituációs pass rusherek, a két import játékos a két edge pozícióba, azért nagyon szépen lépnek vissza a futásokra is, és akkor ilyen kvázi extra linebackerként, sebességből, erőből azért ők is segítik a... Így van, második és 8, megtartja a labdát, Rashad Steele pedig újabb szerelésekről jött le, megvan a first down. Törzsök Tamás volt az. Nagyon szépen végül csinálta. Megállította. Igen, kellett hozzá dugó, hogy odaérjen, mert próbált megint a secondary, picit magasan próbálta megcsinálni a szereléseket, és folyamatosan csúsztak le róla, és ahogy hiába van ott, hiába vannak közel, attól még nem fog lemenni ez a játékos. Kézzel nagyon nem lehet levinni, nagyon szépen próbál még taposni tovább, és Törzsik Tominak kell odaérni, hogy vége legyen a játéknak. Első és 10. Novakov tartja az meg jó. A labdát, most... Megint egy blokk hiányzott így az van, igazából. Így van. Hát az a nagy kérdés szerintem a Fehérvár játékával kapcsolatban, hogyha felépülnek azok a játékosok, akik jelenleg nincsenek ott a támadófalban, akkor mire lehet képes majd ez a csapat. Kérdés, hogy egyébként ez annak a következménye, hogy ugye három különböző sorozatban is játszanak. Ezt elmondtuk a felvezetőben, hogy attól, hogy benne vannak a meccsritusban, attól, az, hogy milyen hosszú a kispad. Tehát, hogy pontosan ilyenkor dől el az, hogy a kezdő játékosok kiesnek valamiért, akár bármilyen családi probléma vagy sérülés miatt, akkor akik ott vannak mögöttük második, harmadik számnak, hogyan tudják pótolni. Tóth Nándi nagyon szépen oldja meg, Bakcsabáról is lejön, és touchdown, Fehérvár Entroners! Nagyon-nagyon szépen csinálták, megint három vagy négy misztekölt láttam. Ugye jött a screen kifelé, Nándi nagyon szépen elkapta, kapott egy nagyon-nagyon jó blokkot, és hogy ment átaraszolt, átkihúzott tőlük. Hiába érkezik Bakcsabi, ő is felül próbálta megcsinálni a tackle-t, és így nem volt igazán esélye. Itt a visszajátszásból látjuk, megkapja a labdát, kettő a kettőben lennének, itt az első misztekölt, és itt jön Csabi, aki nem tudja megcsinálni. De ez nem is rajta múlt szerintem, tehát ha még lefelé is érkezik, akkor is vagyok benne biztos, hogy meg tudja állítani Nándit. Nándit viszontosan jó lábmunkája van így. Ez az extra pont megvan. Hát ezzel 34-12 az állás jelen pillanatban a Fehérvár Entronersnek. Remek volt a támadójáték. Ha beszéljük a drive-ról, akkor előjött a futójáték, akár Novakov személyével, akár azzal a jó passzokkal, amit láttunk Rashard Steele-től, láttunk Nándinak az elkapását. Jól kezdik el mixelni, jól váltják a futójátékokat és a passzjátékokat. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem csak a csapatnál volt fejmosás, hanem szerintem átgondolta az edzéstáb az, hogy milyen play-call-al kell visszamenni a Cowboys ellen, és egyre inkább az érvényes, amit a Fehérvár szeretne a pályán. Így van, még 2 perc van ebből a negyedből. Most Mészáros Marci kezében a labda.
a 32-esig. Talán egy 12 yardos visszahordást láttunk tőle. És megint az a kérdés, hogy hogyan tud váltani a Cowboys, mert emlékezhetünk az első fél időben, hogy azért volt egy döcögős drive, amiből nem igazán jól működött, jött egy szabálytalanság, mert picit rendetet kaptak, de még az a drive sem működött, és utána pedig a következőből, amikor végig tudtak menni, akkor abból született meg az első touchdown, tehát pedig egy védekezi, egy remek védekezésből a második. Tehát az a kérdés, hogy most elő tudnak-e valami újat húzni a cilinderből. Így van. És egy... egy másik shovel pass. Így van. Amint egy kicsit más, inkább rögbinek volt kivitelezve. Igen, Takács Bence volt az, aki ezt a labdát elkapta. Nem vagyok benne biztos, hogy így volt felrajzolva X-ekkel és O-kkal. Sőt, egész biztos, hogy nem. Ennek ellenére azt hiszem a maximumot hozták ki ezzel, ebből a játékból. Második és 5 következik. Hát hatékony volt, azt tegyük hozzá. Így van. Tehát élni kell a lehetőségekkel. Nem igazán jó a snap. Nem jó a snap. És interception! És Tom David visszaép, pick six, Fehérvár Entroners! A legrosszabb ilyenkor, a legrosszabb döntést hozta pont, nagyon rossz a snap, hirtelen elveszti a kontrollt, nem látja az irányító, hogy az elkapóira hogyan reagálnak a védők, hogy pontosan hol vannak, megy rá a nyomás, nem érzi azt, hogy mit kell csinálni, meglát egy fehérvezest, oda akarja dobni, és akkor érkezik Tóth Dávid, cukor, aki belép a passába, és visszaviszi. Remek játék volt. Másik oldalon pedig egy elkapkodott irányító döntés. Hát nem véletlen, hogy Tóth Dávid is válogatott kerettag nagyon régóta. És ilyen megmozdulást láttunk már tőle az idei osztrák szezonban is. Ott is 6 pont lett annak az eredménye. Nézzük az extra pontot, hogyan sikerül. És kapufa! Dang! Ezt másodnál is hallották szerintem. 1 perc, 12 másodperc van még a harmadik negyedből, hátra 40-12-re vezet a Fehérvár Entroners. Hát az a kérdés, hogy vissza, ezek után vissza tud-e jönni ez a Cowboys ebbe a mérkőzésbe. Igen. Kell a szúszá. Igen. Meg kell nyugodni egy picit, vissza kell állni a saját ritmusukba. Nem szabad, hogy azok a dolgok, amit a Fehérvár erőltet, vagy ráerőlteti a saját akaratát a Cowboys-re, az működjön, hanem egy picit fújni kell, újra kell gondolni, de nem szabad elkeserülni. Tehát azt érzem, hogy persze lehet innen is fordítani, igaz, hogy kutya nehéz, de úgy kell visszamenni, hogy 0-0, menni kell tovább, el kell felejteni ezeket a megmozdulásokat, amikor a saját játékos társulat hozom kellemetlen helyzetbe, és akkor még bármi lehet. Takács Bence indul meg útjára visszafele, nagyon szépen kígyózik át, és... Az ilyen momentumok pedig ezek nagyon hasznosak van, lehetnek a csapatnak. Így van, a 44-esig jött vissza. Pontosan ezek adhatják meg azt a kis plusz löketet, amivel elhihetik magukról, hogy igenis van még keresnivalójuk. És én azt gondolom, hogy nagyon jó döntés, hogy Kelemen marad továbbra is irányító poszton, hiszen ilyenkor bárki hibázhat, és csak úgy tudja javítani, hogyha visszakerül a pályára. Mondjuk egyből nem hívnék passzplét. Meglátjuk, hogy Karim Travelszék hogy gondolkodnak. És egy futójáték. Nagyon-nagyon szépen tolódott Péter Csaba és Zilai Jani. És Pusztai Vendel volt az 15-össel, aki most futóposzton fent van. Nem volt igazából helye. Próbált kitörni oldalra, de nagyon szépen lezárták a szélső futósávot. Itt látjuk, hogy itt még ez sikerül, de... Marad a második és 10. Na és akkor most jöhet egy passz kísérlet. Hát... Mindenki a hátán. Igen. Mészáros Marci nem feltétlenül gondolja azt, hogy Horváth Benedek időben érkezett. Az élő képben talán volt egy kis karolgatás, azért azt tegyük hozzá. Igen, itt nézzük meg. Hát pont... Lehet, hogy hamar... Igen. A visszajátszás nagyon nehéz megmondani, de az, hogy mikor... Ugye egy 10 másodpercek döntenek arról, hogy mikor volt hamarabb a kontakt. Igen. De itt az élőben nekem egy pici
pici karolás volt benne. És a szél jelentősen felerősödött, harmadik és 10. Mert elcsikszelted azért. Mondtad, hogy lejjebb megy a szél, vagy egy na, hosszú talán... passz, és Mészárosnak nincs meg. És rutinosan azért egy picit ugye, hogy eltolta magától a védőt, ugye? Tehát azért az benne, nagyon jól csinált a Marc, mert pont azzal, hogy ki is támasztott, itt tolta el magától. Na, ha megvan az elkapás, nem akkor sem repült volna rá sárga, de az a jó, hogy ilyenkor, hogy egy csomó olyan dolgot látunk, én pláne nézem a válogatott játékosokat, amit lehet, hogy meccsen nem azt nézem, mert éppen az offense alá vagyok elfoglalva. Szépen csinálta, de ez is kevés volt. Igen, hozzá. Hát minden rutin, amit az elmúlt években összeszedett. Már megint kevesebben vannak. Igen, Boros Laci az, aki fölvette a sisakját, és rájött. Biceg egyébként, tehát nem, lehet, hogy pont elment volna akár első segélyért, de közben pasztolni kell. Igen, Magyar Csanádnál a labda, és jön a labda a 30-ason. Fróna megszelidíti azt. Onnan érkezhet majd. Hát 8 másodperc van még ebből a negyedből. Meg az utolsó felvonásunk, az utolsó etapunk. Az Entronersnek, hogy tovább növelje, vagy csak megtartsa előnyét. A Cowboysnek pedig az, hogy faragjon a hátrányán. Hát és ráadásul most az Entroners offense jön, tehát azért ha be akarják biztosítani, akkor vagy olyan játékot kezdenek el gyakorolni, amit még nem vettek elő ezen a mérkőzésen, vagy akár edzőmeccs is fajulhat a játék, de szerintem azért most még a pontkülönbségre rá kell menni. Chris Merchant megtalálja a madarast, aki kiszabadul, de így sem jut vissza a line of scrimmage-ig, vagy maximum odáig. Ezzel pedig ez a játékrész is véget ér. Ádámat annyira meglökte a szél, hogy benne rágett a lába. A harmadik negyedet is elfújta a szél. Rövid szünet, mindjárt folytatjuk. A rövid szünet után visszatértünk. Érkezhet az utolsó játékrész. Továbbra is 40-12-re vezet, 12 perccel a mérkőzés lefújása előtt a Fehérvár Entroners, a vendég Budapest Cowboys ellen Karim Traversieknek. Valami nagyot kell alkotni most itt. Egyrészt védekezés terén, utána pedig támadójátékban. Az előző futójáték mínusz yardos lett így, második és 11. És egy labdavesztés! Ez a Cowboys! Nem is fújták le! Ne fújták le! Billy Hatton visszamegy a 15-ösig! Tóth Levi jött be egyébként running back pozícióból, lepattant az első ütközésre, és abban azzal együtt ki is ütötték a kezéből a labdát, és közben Merchant megsérül, ott érdel a 15-ösnél, de itt van a visszajátszás, akkor nézzük, itt van az első ütközés, elindul a labda kifelé, biztos, hogy szabad a labda, igen. Ott pedig kihorgászta valószínűleg a kupac alól, kikerül, és onnan megy, és akkor és itt Chris nézzük, megy hogy utána, és a lába alá fordult, láttad? Talán igen. A bal lába az, ahogy alá igen. Fordul. Igen. Ugye ő mutatta be ezt a szerelést, egyértelműen touchdowntól mentette meg csapatát. De ez hosszú távon ez nem néz ki jól. Bár mozog meg, jól van, de azért ez... Az irányító a legértékesebb játékos ilyen szempontból. De ezt megint nagyon szépen csinálták. Tóth Levi nem tudta rendesen megfogni a labdát, vagy az ütközést azzal kiperdült, és utána pedig rúgottak rá többen is, de a kupac alól pedig. Első és 10, nagyon közel az endzonhoz a Budapest Cowboys. És egy ezt így akarták, és jó lesz a játék. Elkapás. Nem tudom, 6-6 a csillagpálya, talán ezt tudnám rámondani, rossz volt a snap, el kell mozogni oldalra, mindenki jött a másik oldalról, két ember üresen, rövid volt a passz, vissza kellett érte ugrani, de elkapás lett belőle, de nem? Nézd meg! Tehát ott, és már jönnek, ott vannak az arcába, nem volt igazán jó a dobás, de ettől függetlenül lehet, hogy akkor csak ilyen játékot kell hívni, mert így működik. Mert ezek összejönnek. Igen. Ez
Igen, Habermeyer volt 23-assal, aki elkapta ezt a labdát. Második és három. Ez a snap jó, ez a passz hosszú, ez majdnem Klein kezébe ment. Igen, és Franjec Martin is majdnem odaért. De ha továbbra is azt mondom, hogy ekkora nyomás van rajta, nézd meg. Igen, teljesen, megy át, tisztán. Teljesen tisztán. Meg itt érintetlenül megy át, tehát megint a, az offense falnak a blokkolását át kell variálni. Klein mellett ugye Gyarmati is ott volt a labdán. Harmadik és három következik. Pontokat kell feltenni a táblára. 11-02-vel a vége előtt a Kábelznek. Ez a snap is egy kicsit magas. Csücsök. Mészáros Marcinak. Volt meszúzás azért Gyarmati részéről. Igen. Bőven. Lehet, hogy elkaphatatlan volt. Igen, de... A negyedik kísérlet következik. Ezt, igen, az igen. Az kérdés. És eleve Mészáros Marci meze már elég droger állapotban volt, mert több ilyenbe belefutott. Itt látszik azért tökéletesen. Hát, igen, ezt maximum azzal lehet magyarázni, hogy ez elkaphatatlan volt egyébként ez a labda. Nézzük, nem is kérdés, negyedikre is neki mennek. Pusztai Vendel van ott Kelemen mellett. Mészárosan Gyarmati védekezik, és megvan az elkapás, és nincs meg a touchdown, a first down viszont megvan. Tehát itt tovább. Nagyon szép volt. Ki volt az elkapás? Nézzük a visszajátszásból, mert szerintem Borosz Marci, nem? 23-as szerintem Habermeyer volt ez végén. Lehet, mert nem... Na figyeld. Nézzük meg, az a tuti. Erre is jó. Igen, ő lesz az. Igen. Igen, 23-as látszik. Most már látszik. Na nézzük. Igen, most is ő van fönn Titan pozícióban egyébként. Igen. Jobb oldali Titan. Első is gól. Egy újabb magas snap. És ez Mészárosnak megvan! Ez elkapás lesz. Touchdown! TD baby! Igen, ott teszi szét a kezét, Máté nem volt a lába, tehát felesleges ezért. Nagyon szépen húzta le, kicsit ilyen hullófa levél volt, de ha bemegy a csücsökbe, és van egy pici magasság különbség a receiver részére, akkor ezek tényleg ilyen iskola példák. Így van, és nagyon fontos, aki nem tudta, annak most újfent elmondjuk, egy láb bőven elég, hiszen egyetemi szabályok szerint játszunk. Biztosan le lesz. Ott van, így van. Nagyon szép elkapás volt. És szerintem még húzta is egy picit Marci a lábát, hogy lemaradjon az ütközés után, nagyon szépen csinálta, de Máté közel volt hozzá, de nem elég közel. Igen, 40-18, és két pontos, hiszen több kihagyott extra pontja volt már a Kábelznek. A snap jó, a passz... Ugye a másik csücsökbe, de... Nem jó. Habermeyer volt a célpont. Itt sokkal jobban védekezett a corner, mögötte volt. Igen. Az elkapónak jobb pozícióban volt, túl is volt dobva egy picit a labda, de ettől függetlenül a turnoverből tudod zárkozni. Így van. 40-18 az állás a negyedik negyedben. 10 perc, 29 másodperc van még hátra a találkozóból. Hát amikor támadott a Fehérvár, akkor én azt mondtam, hogy akkor most kéne megmutatni Karim Trebelszéknek, hogy mit tud ez a Kábelz védelem. Megmutatták. Egy rossz, az a pici labdatartás. Tehát ezben megint egy picit hidegebb van, nem tudod úgy markolni, vagy volt lehet, hogy már Levinek volt korábban sérülése, amitől nem tudott úgy rászorítani, de remek volt az ütközés, és onnantól kezdve pedig, mint a vércsék csaptak a labdára, és láttuk, hogy mi a kupacol, nem is láttuk, hogy hogy került ki a labda a kupac. Igen, alól, tehát... egyszer csak Vili kezében igen. Volt, aki megindult vele, és ugye az irányító nincs, igen, akkor valószínű, hogy vissza is ért volna. És ha már irányító, ugye az a kérdés, hogy most már sem vissza tud-e jönni aztán a pici sérülés után, vagy érdemes-e kockáztatni, most akkor másképpen mondom a dolgot, hogy 40-18-as állásnál kell erőltetni még. Hiszen hosszú a szezon, nem csak ez, az osztrák szezon is hosszú, és hiába vannak azért. Na? Kellett. Megpróbálták, én azt gondolom. Onside kickre ment a Cowboys, jó döntés, azon mondom, teljesen normális. A más lehetőség igazából tudták, hogy a
másképpen nagyon labdát, láttuk már, hogy lehet labdát szerezni másképpen is, csak megpróbálták, hát ha meg tudják lepni ezzel a Fehérvárt, nem sikerül, Tóth Levi kezével annak, aki először kiejtette, de aztán ráugrott, és ott lett vége a játéknak. Tehát a saját 47-esére, igen, jól láttam, igen. Majd az Entroners. Onnan érkezik az Entroners, és mindjárt választ kapunk a kérdésre. Ott van Krisz 12-essel a pályán. Majd nézzük, hogy a lábával rendesen ki tud-e támasztani. Na akkor most jön a kérdés, hogy mi lesz, ugye Tóth Levi is fönt van, Novakov is fönt van. Gyanús, hogy passz, de én nem biztos, hogy jól gondolkozom. Így van. Futójáték. Az jó. Novakov nincs még meg a first down, de egy 8 yardot azért összehoznak ebből. Igen, talán ilyen formációban még nem álltak föl, amikor rendszeres oldalon volt a két running back, ugye fölállt wingbe a Levi és a normál pozíciában volt Novakov Dávid, és egy kanterrel nagyon szépen kiblokkolták, láttuk a csapdát, és onnantól pedig Novakov Dávid pedig 8 yardot tudott vele futni, úgyhogy most ellentétes oldalra állnak föl, tehát pont, úgyhogy megint hasonló a formáció, csak ellentétes az erős oldal. Na nézzük, második és kettő. És delay of game lesz ebből? Hát azt nem láttam, hogy az idő vagy lement volna. Ez egyszerűen a center rosszul adta fel a labdát. Ez biztos, hogy offense szabálytalanság lesz. Igen. Full start. Offense, 77-es játékos. 5 yard büntetés, második kísérlet. Ilyenkor valószínűleg nem hallotta rendesen a center, hogy mikor kell feladni a labdát, hogy mi volt az a szó, amire fel kell adni, és akkor ugye elindult a kezde, meg is állt a levegőre. Igen, és ez a 77-essel a jobb oldali tackle volt az, aki nem tudta rendesen lereagálni. Igen, de ugyanúgy állnak föl egyébként, mint a előbb a szabálytalanság előtt. Igen. Valószínűleg ugyanazt a play-t játsszák. Második és 7 következik. És ugyanaz a kárterre, Novakov de most a másik meg irányba megy. Igen, ugyanazt játszották el, mint amikor és Novakov 8 yardot tudott futni, csak az ellentétes irányba. Ugye ilyenkor láttuk, hogy a wingben álló running back az kicsapdázza a másik oldalon lévőt, és most Novakov úgy döntött, hogy nem a csapda oldalára megy, hanem egyenesen a másik irányba. Valószínűleg ilyenkor zónát, jobb oldali zónát blokkol a fal, de a csapdával ugye két opciósá válik a futójáték. Úgyhogy ez mindig a running backnek a döntése, hogy megye a zóna után, vagy pedig a csapdánál visszavág. 8.55 a hátra lévő idő, a harmadik és 4 következik. Fehérvár Entroners támad jelen pillanatban. Valamit nem tetszik Merchantnak. Újra Novakov. Megtartja. Nem, megtartja az irányító, és simán megvan a first down, le is megy. A 40-esig. Az a fránya kantén, az. Ilyenkor nagyon-nagyon. Tehát ilyenkor pontosan azzal, hogy látták, hogy mennyire agresszíven fut a Fehérvár, hogy már megpróbálja megállítani, és ezzel rossz szöget választ, elindul a running back után, de látjuk, hogy a mögötte lévő corner is elrontja a szöget, és ezért tudja megfutni Merchant kifelé. Nagyon jó felismerés az irányítótól, ezzel nagyon nehéz mit csinálni. Már ott az első lépésnél, amikor látta, hogy befele fog menni a defensive end, és megtartotta, már azzal meg volt az előnye, nagyon szépen csinálta. És ráadásul nem is kellett olyan sokat mennie, amúgy itt 89-essel, ha jól láttam, Valadics Antonello van fönt. És újra Novakov kezében a labda. Toljuk mindkét irányból. Musikolnak csak, kell az ilyenkor. Kell egy kis bunyó is, az mindig jó. Azt hiszem Lekrinszkinek igen, nem kell a szomszédba mennie. Jó, hát de az offenszornak meg ez a dolga, hogy menjenek persze, előre. Persze. Tolják a srácokat. Hát ez nem kislány játék, úgyhogy azt gondolom nem labdarúgókat azt látunk a pályán. Én rengeteg olyan Hartai Gábor féle, golyóféle vagy running back átdobást, amit már láttunk éveken keresztül, hogy akár Danko Dávid is hogy dobta át a first down jelző nyalókán túra. De hát ez teljesen normális, hogy ilyenkor a kupacot mozgatni kell. Így van. Második és 7 következik már. Az ellenfél tér felé jár az Entroners. Újabb Novakov futás. Jó az. És meg lesz, nem lesz még meg a first down. Hiányzik még 2 yard. De ezt is szépen oldotta meg Novakov. Ugye megint abból a formációból láttuk, amikor fenn van a két running back. Az egyik wingben, a másik normál pozícióban. És ahonnan elindulnak, ugye megint meg volt a csapda, ahogy kiütötte a wingben lévő running back. És most azt választotta a counterrel Novakov, és ebből lett megint egy rosszabb futás.
egyre hidegebb van, nem Ádi? Harmadik és kettő. De most már a szél irányja is megfordult, igen, vagy nem tudom, tehát, igen, hogy ilyen... Most már szemből fúj, nem? Igen. Majd amerre állunk, arról fúj szemből, ez ennyire egyszerű. Gyanús. És visszatért Madaras, és Madaras, és meg lesz? Hát... Szerintem pont nem. Nagyon közel lesz. Előre nyújtott, ami láttuk, igen, itt az élőben, hogy előre nyújtja a labdát, de hogy az ténylegesen elég volt ahhoz, hogy a nyalókán túlról landoljon a labda. Nem. Negyedik. Így van. Negyedik és Incsiz. Nem is kérdés, hogy ez... Itt látjuk, hogy ez pont jó volt, hogy nyújtja előre, de nem lett meg. 6 perc van még hátra a találkozóból. Támad tovább a Fehérvár Entroners. 40-18-as előnyben van. És jelenállás szerint megnyerheti első találkozóját. És folytathatja jó alapszakasz sorozatát, nincs és... Hely, nincs hely, nincs hely, nincs hely! Óriási védekezés volt. Madaras Erik konkrétan egy falba futott bele, onnan, igen, pedig nem lehet. Picit kitalálták azt, hogy mi fog történni. Tehát Erik már nem tudott visszavágni, nem tudott visszaváltani a fal, nem tudott előre haladni, valószínűleg ez egy belső zóna volt, megint egy inside zónt látunk, egy pici húzással, de hiába, mivel nem tud előre menni a fal, ezt nem tudták megállítani, és nagyon szépen zárták le oldalról. Linebacker is jól érkeztek, tehát nem igazán volt esélye sehol sem. Tóth Náni túl korán örült ott, ő már mutatta, hogy ez meg lesz, nem lett meg, turnover on downs. Pályán a Budapest Cowboys támadósora. A védelem megint kitett magáért. Újra megállította az ellenfelet. Megint bele tudnak ütni a labdába. Így van, a passz előre ment, úgyhogy... Pusztai Vendel azért biztos, ami biztos alapon inkább elkapta azt. Nehogy az legyen belőle, hogy szabad labda. Az a tuti. Így van. Abból baj nem lehet. 59. Na most, ha tudnánk a számokat, milyen jó lenne? A számokat tudjuk. 59. A neveket kellene hozzá betennünk, de... Én egyszer úgy szeretnek egy olyat, hogy minden stimmeljen. Ne olyan, még soha nem volt, mert a mezek van, amikor azok nem sikerülnek és nem jönnek össze. Kelemen passzjáték, Habermeyer megtartja, megvan a first down. A 40. Hol megy a játékvezető? Hatosnál volt. Így van. Mi jó, pont jó szögben állt. Így van. Hát én azt mondom... Jó, én igen, te nem. Igen, igen, mert én nagyjából a 48-ason állok. Én meg nem. Te állsz a 46-oson, és az majdnem annyi. Ez pont megvolt, és pont elég. És ez pont elég az. Ahhoz, hogy lehessen tovább haladni. 5 perc, 21 másodperc van még ebből a találkozóból. Attól még nem lesz gyengébb a játék. Újabb first down, újabb magas snap. Micsoda megindulás! Zilai sem éri utól! Nincs meg a first down, de nagyon szép, és... Tegyük azt hozzá, hogy... Vagy ez nem néz ki jól. Reméljük Kelemennek nincsen semmi baja. Sérülés. De... Sérülés, az nem néz ki jól. Ahogy húzta lefelé a mezénél fogott, lehet, hogy... Hát azt igaza van. Kárém, hogy az horse collar. Hát majd megnézzük az ismétlést. Igen, ami fontos volt, hogy a Jay, ahogy megy kifelé, megver két embert, Klanyesz Martin is érkezik a másikról. Na figyelj itt az ismétlést, nem szeretünk ilyet mutogatni. Itt van, itt jönnek ketten, bezárják, és innen kiszalad. Igen. És most fog érkezni Zilai Jani, Noszavili is kifelé tereli, és húzza. Hát a mezét húzza vissza, ez nem horse collar. A vállára esik, és az fájadt neki vajon? Vagy hát, utána volt még vagy valami? A lába? Hát a lábát pont nem látjuk. Igen. Hogy... Mert hogy csúszik Zilai a Jani. Lába, nézd meg. A jobb láb. Arra, igen, az alá fordulhatott esetleg. És Szabó Tamás 12-essel. Hogy a mentősök arra mennek, meg itt szögd el középen. Na jó. Hát ez is egy ilyen, nem tudom, láttad. Magyar sajátság? Igen, a magyar sajátság, hogy... Tudod, mit láttam az összefogott abból, amikor hülyén fogják meg a hordágyat. Azt láttad, hogy ki merre, hogyan ejtik le az embereket? Itt nem kellett, mert itt... Már is ott vannak a társak, és lehozzák. Hát akármi is történt, jobbulást kívánunk mindenki Kelemen Marcinak. És egyébként ahhoz képest, hogy most mondjuk azt, hogy ez volt a teljes első olyan mérkőzés, ahol kezdőként végig kellett vezetni a csapatát, és annyira rosszul nem játszott. Tehát én azon egy ilyen védelemmel, ahol folyamatosan az életedért futsz, hozott nagyon jó döntéseket, dobott touchdown passt, voltak jó megindulásai. Na nézzük, Szabó Tamás! Az első passza sikertelen, mert az elkapás nincs meg, de közben persze jött egy zászló, úgyhogy... Na, mi lesz a bünti?
ez nagyon jó infó, közben halljuk a Polstar, az oldalvonalról. Offense, 23-as játékos, 5 yard büntetés, második kísérlet. Hogy csak görcsöt kapott, igen. Nincs komoly sérülése, közben volt egy szabálytalanság, ugye hátrébb megy majd az offense, de ez tök jó hír a Cowboys lukkerek számára, hogy csak görcsöt kapott a láva. Azt hittem, azt akarod mondani, az a jó hír, hogy hátrébb megy az offense. Nem. Több helyük lesz. Több. 4, igen, 4, most, 5, már 5, a, most már a mentősök is kis kerülővel, de ide értek. Igen. Második kísérlet, 7 yard. Szabó kezében a labda. Egy passzjáték, interception. Nosza. Vili vissza tudja vinni. Így van, nem fogják utolérni, nem érik, de az irányító megállította. Hát ha már eladta a labdát. Igen. Utána a mai második interception, nem neki, hanem összesen. Összesen neki pedig az első passz kísérlete. Nehéz így. Nézzük, eldobja. Közel távol senki, senki nem volt. Csak kékmezesek voltak ott. Ezzel nem fog tudni megdicsérni sajnos, de... Igen. De, no, de mi dicsérjük meg azért. Igen. Ott kell lenni ilyenkor, jó zónába kell helyezkedni, és így kell vele visszafutni, hogy nagyon szépen csinálta. És akkor nagyon jó helyzetben van, 4 perc 26 másodperccel a találkozó lefújását megelőzően a Fehérvár Entroners, amely mélyen az ellenfél, és 14-essel rendes indul meg, aki a 10-es közelében hagyja el a pályát. Talán egy yard, ha volt ebbe, de lehet, hogy nullás. Igen. A nullás, ahogy álltam. Igen. Ez nem remekül tolódtak megint. Jó terv volt, a megvalósításába csúszott némi hiba. Itt látszik, hogy már difenzíven picit ugyan rossz szöget választ a corner, de függetlenül ez de így is annyira pont jó volt, hogy előrefele ne tudjon haladni a támadó játékos, csak oldalirányba, azért meg pontokat nem adnak. Madaras Erik közben. Megtalálta a lyukat, remekül ment át. Azt, hogy nem ez volt az iránya a futásnak, nem ő vágott vissza az ellentétes oldalra. De ez pont elég ahhoz, hogy folyamatosan menjen az óra. Igen. Harmadik és nagyjából három és fél perc. Kelement továbbra is ápolják a mentősök. Egy passzjáték Madarasnak, és... Hát, ha nem lépett ki, nézzük na, meg. Na, ki lépett? Nem lépett? Nem lépett ki. Nézzük akkor meg, megvan a touchdown. Nézzük meg majd a visszajátszást, hogy többen reklamálnak. Nagyon érdekes volt, mert a visszajátszásból látni fogjuk. Nagyon-nagyon határeset, de... Igen, de az egyik játékvezető ugye azt mutatta, hogy megvan, nézett a másikra. Jó, a screen közben, és akkor itt, amikor lép majd kifelé Erik, hát, ember legyen a talapán. Hát igen, innen megmondani. A fotós kollega fejétől nem látom, de hát ez... De a játékotok megadták. Így van. Közelebb voltak, úgyhogy... Mivel extra pontot rúgnak, ez pedig annak a következménye, hogy előtte történt valami. Az a valami egy touchdown volt. Az extra pont pedig sikeres, nagyon közel voltak hozzá. Mindennek is lehet örülni. Most már a szél tényleg nagyon más irányból fúj. -18 az állás. 3 perc, 13 másodperc van még a találkozóból. Hát nincs bírója. Nincs videója a bírónak. Nincs bírója, bírója a videónak. Ezt se adottam. Így van, így van. Mindig tanul az ember. Ugye, látod? Csak ide kellett jönni mellém. De akkor is határos, tehát nagyon határos, úgyhogy... Igen. Nehéz megmondani. Porzott a fehér, de nem porzott igen, a fehér. Igen. De mondom, mi pont se a visszajátszásban, élőben se, élőben is nagyon nehéz volt eldönteni, hogy ez igazából ott volt. Ami furcsa volt, hogy ugye két játékos is megállt a defenseből, de tényleg nem meg kell állni, hanem meg kell csinálni a tackle-t, és csak utána kell megállni. Közben oldalt kijön a labda, úgyhogy ez a játékon nem változtat. Egyébként nagyon szépen csinálták, jó volt megint az ötlet, jó volt a screen játék, Erik remekül jött kifelé, egy-egyben maradt a safety-vel, ha minden igaz, és utána pedig
pici tánccal oldalra tudta szerezni az első HFL TD. Illegal procedure, kick-off out of bounds. Kicking team, 16-os játékos. A szabályok értelmében a vétlen csapat választása alapján a rugástól 30 yardra hozzuk játékba a labdát. Első kísérlet Cowboys. Így van, nincs újra rugatás. Hanem a rugástól, 30 yardra. Így van, és onnan fognak érkezni. Hát ami korábban igaz volt, amikor Kelemen odadobta a labdát Dóth Dávidnak, most Szabó Tominál is ez a kérdés, hogy az első passz, ami A, mikor jön, B, az milyen lesz. Na nézzük, első és 10. A 35-ösről jönnek. Megint be a tömegbe. Nagyon rossz döntéseket választ, mert volt két elkapója, aki egy-egyben volt a két cornerre, és volt közben, középen jött a Titan Habermeyer, aki teljesen velünk szembe szaladt, tehát és nem jött vele senki. Úgyhogy olyan célpontokat lát a pályán, amik nem igazán vannak üres helyzetben. Sokkal inkább a pálya oldalon át kéne keresnie, mert középen nagyon sokan voltak. Második és 10. 3 perc, 8 másodperc van még. 47-18. Érkezik Jay. Oha! És Royak Ricci, akit én már nagyon hiányoltam a pályáról, most fönt van. Ez a passz neki érkezett, ő is abba a hibába esett, mint amit már láttunk a mérkőzésen, hogy már azt nézte, hogy hova kellene menni. Igen, pedig ez megint ugye arról szólt, hogy a Jay megy kifelé, fölött át lehet löbbölni, és itt simán. Tehát ez megint egy olyan hiba, ráadásul az ő sebességgel, meg az, hogy az ütközés utáni futásaival azért ebből lehetett volna még sokkal jobb is, de azt ez már a koncentráció hiánya, így 3 perccel a vége előtt. Így van, azt láthatjuk, hogy a Kábeznél is főleg már. Ez viszont jó volt, ahogy kilépett a zsebből, ahogy nem megy át, nem akarja megfutni, de kitámaszt inkább és odobja Habermeyer középre. Hát, mennyire máshogy gondolkodom én, mint ő, de hát ez mert nem itt látjuk, volna. Én meg. Megáll, nagyon, mert nagyon nagy üres, tehát lehet, mondjuk azt nem láttam, hogy jön a linebacker vagy sem, ettől függetlenül nagyon döntést hozott azzal. Hát így a főznál megvolt. Ennyi, tehát a cél szentesíti az eszközt, ő inkább beleállt. De így is kell. De ezek a dolgok szerintem nagyon fontosak egy új irányító életében, vagy egy ilyen, de szépen jött Nosza Vili. És az! És így lesz elkapás! Elkapás! A forró krumpli! Gyöngyösi volt az, aki megszerezte ezt a labdát. Hát aztán ő se gondolta, hogy ő lesz a célpont. Senki. Tehát itt szerintem nagyon sokan itt, akik ülnek előttünk és a Cowboysnek szurkoltak, ők sem gondolták, hogy ez ott lesz. Nagyon szépen jön a nyomás, utolsó pillanatban eldobja, és akkor itt dadog a labda, dadog, de igen. Jókor kell jó helyen lenni. Igen, Tóth Dávid volt az, aki ezt a labdát nem tudta megszelídíteni. És ezzel egy elkapás összejött a Cowboysnek itt. Így már az ellenfél tér felén járnak. Már 2 percen belül vagyunk. És megvan az elkapás így is. Olyan helyekre dobja be egyébként, igen. Kicsit ilyen medenes lesz a vége, igen. Hogy ilyen zsebkendőgyi területekre, úgyhogy ketten lónak rajta. Szerintem a play előtt eldönt, hogy kinek akarja passzolni, és megvárja azt a legjobb pillanat, amikor talán oda lehet dobni a labdát. Megnézi, és tökéletes helyre szerintem egy ilyen gumiabroncson sem fért volna át. Ez nagyon rendben volt. Igen, tehát Horváth Benedek mellett dobta el. Ő is azt gondolta, hogy ez simán lejut ide. Hát nem ez lett. Első is 10. Megy tovább a támadó játéka a Cowboysnek. Kicsit alacsony volt. Na most Royak elkapja. Két emberen már nem tud ő sem túljutni. Tóth Dávid érkezett másodikként. Baranyai volt, időkérés. Aki először odaért. Cowboys. Időkérés. Itt megy a screen. Cowboys. Első csapat időkérés. A második, helyesbitek, második csapat időkérés. És még az első a mérkőzésből hátra lévő idő dadogott, 1 perc 16 másodperc. De utána már letudták mindegy nyitás erővel. Na szóval... most nem azt figyelte, hogy hova kell menni, hanem előbb, hogy elkapja a labdát. Igen. És ez meg lett. Csak most nem volt akkor a hely előtte, mint de hát ez az első. Egyszer fenn, egyszer lent. 1-16.
hátra lévő videó, hogy a játékvezető is mondta. Ezt a drive-ot ezt még végig kellene csinálni, hogy zárkózhasson a Cowboys. Igen, hogy igazából nem tudom, mennyire fontos ez, mondd meg te, hát a pont hogy jó szájízzel menjél el, hogy azt mondta, hogy oké, és kikaptunk, de nincs ilyen? Nem csak a jó szájízzel, azt gondolom, hogy egy fiatal csapatról van szó, rengeteg újoncsal, rengeteg divízió egyben kipróbált játékossal, ez mixel van a kicsit idősebb játékosok a válogatottokkal és az importokkal, és nem tudom, hogy mennyit tudtak együtt készülni, hogy nem tudom, nem hiszem, hogy hónapokon keresztül tudtak együtt készülni a srácok, de ettől függetlenül voltak olyan részei a mérkőzésnek, amikor kifejezetten jól játszottak. Az egy más kérdés, hogy ebből nagyon sokkal többet nem tudott volna kihozni a Cowboys, mert remekül játszott a Fehérvárnak, akár a defense és akár az offense is, és azt gondolom, hogy lehet, hogy ekkora különbség azért van a két csapat között, ezt nyugodtan mondhatjuk, de szerintem az, hogy csinálják, az, hogy a második számú irányító van, az, hogy bár vannak interceptionek, ezért nem megy el a kedvük. Tehát ezt tovább kell csinálni, ez egy folyamatnak az eleje, még nagyon az út elején járnak, és hát kíváncsi vagyok, hogy ebből mit lehet majd kihozni igen. Egy-két év múlva. De... 1 perc, 12 másodperc van még hátra. Megint. Érkezik mindenki, Jay, Nosa. Kranjec Martin volt még, bocsánat. Igen. És akkor utána pedig a secondary már nem tudta levadászni. Ez a mérkőzésnek az a szakasz, amikor szerintem mindenki csapat arra vár, hogy vége legyen a mérkőzés, mert nagyon nagy dolgok már nem fognak történni ez alatt a 1 perc 12 alatt, de hát, ha benne van még egy pontszerzés valamelyik oldalról, beleütnek, és... és elejtette Jay, pedig ezzel visszament volna. Egészen biztos vagyok benne. Ő is nagyon dühös magára, ez nem is kérdés. Tehát az ő sebességével... de miért azért, mert ez biztosan megfutotta volna. Majd a visszajátszáson látszik, amikor beleütnek a labdába, akkor ott pattog majd a labda. És bárki, itt látszik, hogy Nosa Willi ütött bele, ott pattog a labda, elkapja, és ő is az, hogy már indult volna, mert óriási terület volt előtte, de nem zárta össze rendesen a labda körül a kezét. Negyedik és... 13. 1 perc, 7 másodperc. Hát ez egy... meg kell próbálni a hosszú felpaszt. Hát ez mi volt? Hát ez furi volt, hát azért ment is a sárga. Igen, hát... És Zilai magyaráz... Hát kicsit olyan volt, amikor valaki felteszi igen. A kezét, hogy jelentkezik, és lerántottak, hogy ne jelentkezik. Igen, olyan. Igen, ez fura volt, és... Őszinte leszek, itt nem igazán értettem, hogy a fehérvári játékosok... Pass interference, defense, 51-es játékos. Mind vannak felháborodva. Tehát, 15-es büntetés, a Jani ezt visszanézi. Hát, fogunk jönni. De az, mikor volt a kontakt, nem tudom. A szabálytalanság 15 yardon belül történt, ezért a szabálytalanság helyéről automatikus első kísérlet. Na, akkor first down következik. Itt látjuk, nézd csak. Megy középre a passz. Ez mutat rá. Tehát nem értem ilyenkor a Janit, mert ugye lehúzta az ellenfélnek a kezét, tehát igen. Azért ennél nyilvánvalóbb szabálytalan. És ugye most megfutja a Szabó Tomi. Vili odaér azért. Igen. De bele is sérül. Nézzük meg a visszajátszást. Nagyon szépen bújik ki. A mentősök nem mennek, mert éppen itt adminisztrálnak még szegények, úgyhogy... És akkor itt megy Vili a visszajátszásnál, húzza lefelé, és neki most szerintem most ő, az ő lába fordul alá egy igen. Picit. 49 másodperc van még. Azt mondod, hogy adminisztrálnak a mentősök? Igen, éppen itt adminisztrálnak. És azért nem tudtak menni. Hát azért ez... De azt írják alá, hogy nem kérek orvosi ellátást, vagy mit írodnak alá? Második és 5 következik. És Jay odaér. Hát. Jött mind a gyors vonat. Ahogy kell. 22 másodperccel. Utolsó időkérés a Cowboysnél. A lefújás előtt. Hát ez. Időkérés. Hopp, egy, ennyi. Budapest Cowboys. Másik oldalra jön, mert... Harmadik utolsó csapat időkérés. Kap ezen az oldalon. Kranjec Marci és a másik oldalon, ahol érkezik Jay. Mérkőzésből hátra lévő idő 22. Igen, a túloldalon viszont nagyon megverte. Hát nem csak a tackle-t verte meg, hanem még a running back-et is. Igen. De hát, ahogy már mondták a játékvezetők, hogy
22 másodperc van hátra. Utolsó csapatidőkérés volt. Azt hiszem a fehérvári oldalon talán Rashad Steel lett a legjobb játékos, hiszen rajta van a piros hacuka. Igen? Hát egy megnézett pont a D felirattal szemben velünk, ott full pirosban. Azt hiszem csak fázik. Az Rashad Steel lesz. Én azt hiszem csak fázik. Merchant is nagyon jól játszott egyébként, az egész defense-t ki lehet emelni szerintem. Nagyon jól dolgoztak, talán egy megingás volt egyébként. Madaras Erik is megszerezte az első TD-jét. Szóval azért itt látszik az, hogy ez rendben van ez a csapat rész. Hiába. Tóth Dávid. Közben eltűnt, hogy hányadik down van, vagy legalábbis nem látom, te látod? Nem, de negyedik. Hol látod? Látod, a játékvezető fölött áll a kis negyedik, ja, tényleg? És ez 16. Ottan van. Igen, először én is keresztem. Én azt mondom, hogy a mentősökkel együtt már elmentek. Igen, most már látszik az élőképben is. Igen, 16 másodperc van hátra. Az utolsó kísérlete lehet ez a Cowboys-nek. Ez megint a felpassz lesz valószínűleg. Na nézzük, érkezik Kranjec, és... nem tudják megvédeni, kim van a labda, de már lefújták, volt benne egy sípszó. Igen. Úgyhogy... még egy kis és még egy adok kis kapok. Maszatolás. Igazán felesleges volt a végén szerintem, igen, hogy a Marci, Kranjec Martin lerángatja, nem tudják megvédeni, kimegy a labda, ez a Horváth Peti vagy a Doki, nem tudom. A Doki. Doki, és akkor megy a, hát ott megy a maszatolás, maradjunk ennyibe. Na hát így is, úgy is az övéki a labda, úgyhogy... nem jó a kupac alján lenni, az fontos. Igen. Ugye hát, a negyedik kísérletnél azt gondolom, hogy... szóval nagyon eredményes volt mind a két pass rusher az Anthony Soldrán. Jön a W formáció, ugye a győzelmi formáció, amikor letérdelnek, és ezzel lesz vége a meccsnek. Azt gondolom, hogy én megmondom őszintén, hogy ennél picit kisebb különbséget jósoltam a mérkőzés előtt, de azt gondolom, hogy mind támadásban, mind védekezésben az Antroners legalább ennyire felülmúlta ellenfelét. A Cowboysnak nem kell szégyenkeznie, össze kell magukat szedni, valószínűleg ez egy picit egy szinten magasabb ellenfél, mint amire ők is számítottak, vagy amíg volt erejük, addig mindent beleadtak, főleg, hogyha fél időre gondolunk a 20-22-es állásra, igen, akkor még megvolt a tisztes helytállás, de azt gondolom, hogy teljesen más mérkőzés lesz mondjuk a Miskolc ellen, teljesen más mérkőzés lesz a Győr ellen, de azt gondolom, hogy a Wolves ellen, ugye a budapesti rangodó az azért más, mert az egy régi párharc, bár ott is szerintem azért van, ha nem is ekkora, de van különbség a két csapat között. A Győr meg a Miskolc meg szerintem egy kikimes lesz, de majd meglátjuk. Ne legyen igazam, pro és kontra, úgyhogy... így van, 47-18-ra nyerte meg a 2022-es Veolia HFL nyitó mérkőzését a Fehérvár Entroners a Budapest Cowboys ellen. Itt a székesfehérvári First Field-en, valamint a HFL TV képernyője előtt. Hát azt gondolom, hogy egy jó mérkőzést láthattunk fordulatokkal, nagyon szép szerzett pontokkal, nagyon szép támadó is, védőjátékkal. A következő mérkőzése már talán statisztikánk is lesz, és akkor meg tudjuk mondani, hú, de jó lenne, ki és hogyan szerezte a pontokat. Nagyon fontos, hogy a csapatokat innen is buzdítani szeretnénk arra, hogy éljenek a lehetőséggel, és adják le a messzámokat a nevekhez. Nagy előny ez mindenkinek, ha pontosan tudjuk, hogy kilép pályára az adott találkozón. Sanyi, köszönöm szépen, hogy köszönöm, itt ebben a kiváló időjárásban itt voltál velem, és mindent megtettem, hogy átmelegítsenek az első mérkőzést. A következő találkozónk az a Miskolc Steelers és a Győr Sharks összecsapása lesz majd április 24-én vasárnap. Szintén 3 órás kezdéssel, 3-4-3-tól már érkezik majd a felvezetés itt a HFL TV-n. Remélem, hogy akkor is majd velünk tartanak, és végig szurkolják a találkozókat, ahogy az összes mérkőzést itt a HFL TV képernyőjén majd
megmutatjuk Rotu Kidekuti, mondhatjuk most is. Wow! A 16. Veolia Hungarianból már várja azt a két csapatot, amelyik majd ott lesz. Köszönjük szépen a figyelmet kollégáim nevében is. Mindenkinek további kellemes húsvétot. Sok locsolót, nem? És sok locsolót. És piros tojást. Így van. Viszontlátásra. Viszonthallásra. A HFL TV stábját a JP Autó szállította.